Kellemes hajnali levegőt kívánok mindenkinek, aki jelen van. Igaz, hogy csak mi vagyunk jelen, akiknek meg eszük van, azok nem hajnalban nézik, de a lényegen semmit nem változtat, indulunk túrázni. A mai nap egy régi ígéret teljesítése lesz. Megszavaztattam ugyanis a nézőket, hogy mit szeretnének látni, hova menjünk. Örömmel jelentem, hogy a teljes rajongótábor, mind a 6 ember egyöntetűen a mai helyszínre szavazott. Ami innen még körülbelül 80 km. A mai nappal kapcsolatban az egyetlen bizonytalansági tényező az a köd, és hát látszik, hogy bizony-bizony van, mégpedig rendesen. Azért reménykedjünk benne, hogy a bringás szakaszra megjavul az idő. Nem tudom, hányan figyelték meg, hogy a nők mindig így szállnak ki a kocsiból a filmekben. És ami még fontosabb, hogy mindig bent is felejtenek valamit, csak azért, hogy vissza kelljen fordulni. Te mit felejtettél bent? Jobb híján ezt. Ahogy is kapít, az előbb végezte, ahhoz valami jó miniszoknak kellett volna, ahol látszik mondjuk a forma, meg a minta. Na jó, rá, hát őket ezért fizetik, minket meg a semmiért, úgyhogy ez a film olyan is lesz, mint amilyen. István Pisti úgy szedi lefelé a bringákat a napfelkeltében, hogy az külön megérne már egy másfél órás filmet. A Zempléni hegységben vagyunk. Előjáróban annyit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy itt az igazán jó helyek nem a főutak, az utak mentén vannak. Tehát, hogyha valaki meg akar ismerni a tájegységet, mindenképpen vagy gyalog tegye, vagy pedig, ha kerékpárral, akkor le kell menni terepre. Mi most ezt fogjuk tenni, ebben a másodpercben kezdjük a túrát. Megyünk kifelé, itt az önkormányzat parkolójába hagytuk az autót. Közmunkások itt úgy figyeltek végig, hogy ezek a hülyék vajon mit akarnak. Mondjuk mindenki bringával volt. Mondtam nekik, hogy jöjjenek túrázni. Erre csak annyit kérdeztek, hogy az mi. A falu, ahol vagyunk, Vilmány, és ebben a másodpercben már kanyarodunk is be Hejce felé. Vilmány egyébként itt van pár kilométer a szlovák határtól Borsod megyében, illetve hát inkább úgy mondanám, hogy Abaúj megyében. A ma 1500 fős település valamikor fontos hely volt, postaállomás volt mondjuk úgy, hát mára már eléggé lepukkant. Hát a postára most nem megyünk, úgy döntöttük. Feladtuk a számlákat, csekkeket. Úgyhogy ez most kimarad, viszont ami nem marad ki, az előttünk található Zempléni hegység, és már egész szépen körvonalazódnak ott a háttérben a kontúrjai. Nem tudom, mi látszik a nappal szemben. Azért így elsőre tegyük már helyre, hogy pontosan hol vagyunk. Azt ugye mondtam, hogy Zempléni hegység, annak a nyugati oldala, helységügyileg Vilmány. Már még egyszer mondom, ez nem valószínű, hogy bárkinek is mondott valamit. Viszont ha azt mondom, hogy Vizsony, akkor lehet, hogy pár embernek már úgy émlik valami. Igen, igen, a Biblia. Itt nyomtatták ugyanis először a első magyar nyelvű Bibliát, mégpedig valamelyik Rákóczi ős. És mondjuk úgy a bulvár érdekessége a dolognak az, hogy 150-szer próbálták meg ellopni, és ebből 170-szer sikerült is. A Hernádvölgyi felső vasúton kocogunk át ebben a másodpercben. Ugyanis a Hernádvölgyi Miskolc és Hidas Németi között, tehát a szlovák határ Miskolc között két vonal van. Az egyik lentebb megy a fővonal, és van ez a felső, ami hát egy időben be is volt zárva, most már azért úgy
újra nyitva van, vánszorognak néha rajta vonatok. Szóval Vigyó és Vilmány között indultunk, és akkor azonnal rögzítsünk néhány adatot így a túra elején. 8:30 van, a hőmérséklet jelen pillanatban itt 10 fokot mutat, de hát szerintem mennyi lehet, Pisti, úgy kb? 8 körül. A kiindulási tengerszint pedig 164 volt, már most 200-on vagyunk, nem látszik az útról, de elég intenzíven emelkedik. Az irány pedig kelet, a napállásából jól látszik, tőlünk jobbra pedig Püspök Dülő nevezetű, most napraforgós látható. És ami még ezen kívül nagyon jól látható, hogy eltűnt a köd. Miközben gurulunk be a kukoritásba egyet húgyozni, elmondom, hogy ez azért lényeges tényező, mármint hogy a köd felszállása, mert ilyenkor ősszel anticiklonális helyzetben a ködök akár délig, vagy egész nap is megmaradhatnak. István Pistinek új fejlesztésű letámasztója van. Úgy hívják, hogy kukorica. Nem tudom, mennyire látszik, de 2 kilométert jöttünk, és már egész komoly szintet tudunk magunk mögött. Október 16-a van, és az időpont választása köd miatt egyrészt ugye lényeges volt, viszont sokan kérdezik, hogy hát de hülyék vagytok, ti minek jöttetek október 16-án, hát akkor már tényleg lehetnek ködök. És akkor most jön a lényeg, hogy ha valamikor nagyon szép az Zempléni-hegység, az ekkor van. Körülbelül olyan 2 hetes intervallum, de inkább másfél hét, amikor minden 1000 színbe borul. Mielőtt elalszik a természet, előtte pár perccel. Ahhoz, hogy jól mutasson a díszlet, ahhoz ki kellett várni egy anticiklont, amit ebben az időszakban vénasszonyok nyarának hívnak. Ehhez, most figyelj mindenki, 3 évet kellett várnunk. Ugyanis ebben az időszakban anticiklon kiépülésére már vajmi kevés az esély. Sőt, érkeztünk az első faluhoz, Helyce, Közép-Zemplén nyugati kapujának is szokták nevezni. István Pisti az előbb megjegyezte, hogy bementünk a télbe. Tény kérdés, hogy rohadt hideg van, én meg bátran beöltöztem. Lehet, hogy egy kicsit elhamarkodott lépés volt. Helyce ősi település. Több mint 1000 éves már Szent István korában is létezett. A házakról látszik, hogy olyan skanzenszerűek, végig mind egyformák, hasonlóan, mint Torockónál. Rögtön egy térkép, nem túl részletes, de a lényeget meg tudom mutatni. Vilmányban hagytuk az autót, feltekertünk Helycére. Itt már volt egy 250 méteres szintkülönbség, az is látszik, hogy ez Zsák utca. Mi viszont ide jövünk, a célunk Telkibánya, tehát át kell mennünk az Zemplénen. Vannak utak, igaz, nem túl sok, de mi ismerjük. De még mielőtt nekivágnánk a vadonnak, Helycén van egy érdekesség, ezt most megnézzük. Úgy mondanám, hogy nem is egy érdekesség van, hanem rögtön 2. Az egyik pedig nem más, mint ez itt. A 18. században épült Eszterházi kúria, hát elnézést, ennyit tudok most így megmutatni belőle. Valamikor püspöki palota volt, és az érdekessége, hogy van az udvarán egy különleges kút, Florilla úgy hívják, de úgy tudom, hogy a másik oldalról van, tehát innen nem tudom megmutatni. Ezek az egri Eszterháziak, csak mondom, tehát a papok, ezek azok, ez az az ágy. Helyce nevét az ország körülbelül 10 évvel ezelőtt ismerte meg, mi pedig egy sajnálatos esemény, egy repülőgép katasztrófa folytán. Itt van a faluban az alsó emlékhely, van különben fent is egy, konkrétan a katasztrófa helyszínén, majd ott is leszünk. Először megtanulmányozzuk ezt, mert érdekes. Az emlékhely megdöbbentően látványos, egy szlovákiai művész készítette, és ez egy remake, mert az eredet az úgy tudom, hogy Galántán található. Különleges is egyben, mindjárt mutatom, hogy miért. Tessék megnézni azt, hogy az az emberi alak, hogy helyezkedik el. Megkérem akkor rögtön szakértő vendégemet, István Pistit, tartson már egy statikai elemzést arról, hogy állhat ez a levegőbe. Hát úgyhogy nyilván belül ki van merevítve, hát ide le van rögzítve, és egy merevítőn van az egész. Nem ennyire egyszerű szerintem ez. Ennyire egyszerű? Ennyire egyszerű. Aha, különben fantasztikusan néz ki. Nagyon jól tudja ábrázolni a fájdalmat, nem? A szobor neve Szárnyaszegett Angyal, és ebbe a névbe az egyház belekötött valamiért. Nem tudom, hogy miért, mert egyébként ábrázolásmódban nem fedezek fel itt semmilyen angyalt. Amíg István Pisti seggére vág a reggelinek, én megkerülöm ezt a vártemplomot. A templom igazi erőt templom, jól látszik a falain, és a 15. században épült Zoff stílusban.
Nem tudom, hogy a cof stílusnak milyennek kell lenni. Annyit tudok, hogy a szomszéd kislány is cof stílusban hordja a haját. Különben a templommal kapcsolatban van ám érdekesség, mégpedig az, hogy a helyi lakosság a törökök elől a kincset a templom alá rejtette, illetve az építésekor rejtették alá, és ráépítették a templomot. Azóta se találta meg senki, úgyhogy lehet jönni, kutakodni. Nem tudom hallani, de már megy a flex. Hajnal van, hát ténykérés, hogy faluhelyen a flex az a ébresztő órára van kötve. Tehát a fickó fel kell, abban a pillanatban beindul a flex. Akár kell, akár nem kell, háttérzajnak. Helyce különben nagyon szép kis hely, a Szerencspatak völgyében helyezkedik el. Itt ered különben a Sólyomkő tövében a Szerencspatak. A 5. században különben város is volt, a husziták alapították, tehát csehek. Aztán utána később visszafejlődött, most pedig leginkább már a falusi turizmusé a főszerep. Tessék csak figyelni ezeket a hidakat, több is van belőle. Ezek barokk stílusban épültek. Ott is egy híd, és végig, ahogy szűkül a völgy, egyre fantasztikusabb a falu. A falu különlegességei a faszobrok, ugyanis itt alkotótábor szokott működni a nyár folyamán, és a falunapokon szokták ezeket felavatni. Jó pár van belőle, és jól néznek ki. A falu szerkezet tipikusan patakorientált. Ez nyilván a domborzatból adódik, van a patak, és mellette ezek a hosszú tornácos házak befelé. Mondom még egyszer, mind fel van újítva, és hát szerintem üdülők, én másra nem tudok tippelni. De nagyon jól néznek ki. Akkor mi vágunk neki a feladatnak, mégpedig a piros turista jelzésen, irány a hegy. Az út egyelőre töredezett minőségű aszfalt, majd a későbbi átmegy földúrba, murvás úrba, majd aztán az is elfogy, jön a turista ösvény. És nekünk mindezt a mai nap folyamán majd bringával kell kinyögnünk. Ha a tájegységeit nézzük, akkor a Zemplén három részből áll. Északi, középső és déliből. Mi a középsőt vettük célba. Ha stílusos akarnék lenni, már pedig akarok, akkor azt mondanám, hogy belevágtunk a közepét. Amíg van egy kis nyugi, akkor gyorsan bemutatnám a mai túra résztvevőit. Előtte egy mellékzönge, úgymond egy kitérő. Sokan és többször nehezményezték már, hogy nincs női résztvevő, és hogy ezzel kapcsolatban még lenne hova fejlődni. Úgy döntöttem, hogy akkor most kivételt teszek, és meg is beszéltem a barátnőmmel, hogy ma akkor együtt megyünk. Össze is készítettük a cuccokat, és már éppen indulnánk reggel, amikor rájöttem, hogy nincs is barát. Úgyhogy megint, ha nincs ló, akkor jó a szamár alapon, István Pisti van jelen. Ti-á! Ez mi? Nem mutatkozott. És hogy csak figyelni, itt ment a környezet kímélő munkagép. Végülis természetvédelmi területen vagyunk, itt ilyenekkel kell dolgozni, nem igaz? Hello, hello, sziasztok, valami probléma van? Szétugrott a lánc, úgyhogy... Hú, az gond. Itt nem sok minden van a környéken. El is szakadt? Aha. Hát a srácoknak nincsen jó könnyű dolguk, az egyszer biztos. Alkatrészünk volt, de hogy oldják meg technikailag ezt? Hát, majd lesz valami. A kitermelés nem könnyíti meg a járást. Viszont legalább nincsen sár, és ez is valami. Eső meg szerencsére nem néz ki. Tudjuk, hogy úgy hiányzik nekünk az eső, mint faktetőfedőnek a kéménynyílás. Sőt, az anticiklonális helyzet miatt úgy tűnik, hogy még egy hétig nem lesz. Jó gép. Hú, ez is. Pisti, ez valami dutra volt, nem? Ez valami, olyan biztos, hogy ez van, vagy 50 éves. Nem csoda, hogy folyik belőle az olaj. Mondjuk Ausztriában is 100 éves traktorok vannak, csak azok egy kicsit jobban karban vannak tartva, mint ezek. A két bringás srácnak a napja ma már biztos, hogy futba ment. Hasonló kört akartak ők is különben, mint mi. Javító szemet adtunk nekik, de lánckinyomó nálunk sem volt. Úgyhogy hát most megpróbálják valahogy megoldani, nekünk nem volt időnk most itt maradni. Ezen a vadvidéken meg semmi nincs, ezt gondolom mindenki kitalálta. Az út most már kegyetlenül szar,
gyakorlatilag ez a, nem tudom, ilyen vasúti kavics, mi? Bedöngölve. És a százalék pedig gyakorlatilag folyamatosan 10 környékén van. Elértük az 500 métert, idáig lehet autóval jönni. Ezt csak a turistáknak mondom, de aki bringával próbálkozik, azzal újfent közlöm, hogy nem egy bicikli barát út. Egy másodpercre visszakanyarodnék még a túratársak résztvevők bemutatására. Egy történet, kaptam egy e-mailt nem is olyan régen, egy bringás egyesület írt, illetve az ő nevükben valaki. Hosszan fejtegetik, hogy mennyit tetszenek a videóim, milyen jó dolog ez, amit csinálunk, és hát erőt tudnak belőle meríteni. Egy-két túrát már le is koppintottak, például most a Célpont Svájc túrasorozatunkat csinálták végig, és azokat a részeket is, ahol mi nem tudtunk elmenni, ami természetesen nagy öröm a számomra. És akkor utóhírat, most szó szerint idézek, tessék figyelni. István Pisti, Bokréta a Koszorúdon, pont, a csajok imádják. Bázd meg! Szövegelhetek én itt akármennyit, rongyosra téphetem a pofámat, hogyha egyszer ő látszik. Én kérdés, hogy többet van a képernyőn, mint Bakondi György, pedig ő bent lakik a köztévében. Szóval Pisti, legközelebb te jössz hátul a kamerával, én meg elő sziasztázok. Említjük meg még a szóban forduló sportegyesületnek a nevét is, mozgolódó.hu, és innen köszönöm természetesen a visszajelzést. A túra egy kicsit sport szempontból is. 1700 méter köré várjuk a szintet, ami ilyen terepen, hát úgy nyugodtan lehet duplázni. Bár már most akkor a százalék, hogyha ezt megszorzom kettővel, már el se fér a szorzótáblán. Kilométer pedig 80-ra várható. Fehérkúton vagyunk, 590-en, jól látszik, hogy mindenfelé turista utak. És akkor mutatom a névadót, a Fehérkutat. Jól látszik, hogy nem fehér, viszont ami az érdekessége, hogy ez a kút, nem így nézett ám ki, még pár évvel ezelőtt se, ide is jutott ugyanis egy faszobor a helycélalkotóktól, és nagyon fantasztikusan nézett ki, van róla egy felvételünk még 3 évvel ezelőtt, úgyhogy majd azt belinkelem. Innen be lehet támadni Regécet, illetve az Emplén főgerincét észak-déli irányba, és van itt még egy turistaház is, Fehérkúti turistaház néven, gondolom ezben senki nem lepődik meg. Mi viszont innen észak irányba fordulunk, megyünk fel a főgerincre. Ha egy picit feltekintünk, akkor talán most már körvonalazódik az, hogy miért volt fontos az időpont eltalálása. Mint ahogy említettem az elején, az Emplénben a legszebb évszak az ősz. A Rákóczi úton megyünk, ami nem tévesztendő össze a budapesti Rákóczi úttal. Erre ugyanis kisebb a forgalom, és ahogy István Pista az előbb frappánsan megjegyezte, kurvából is sokkal kevesebb. Toljuk. 14%, tehát még ha nagyon odataposnánk, még menne is a tekerés, de annyira szar az útminősége, hogy ezen képtelenség. Néha bebevillantja az órám a 16%-ot most éppen. Ha a mai nap címkéit kell megadnom, akkor a látványvilág és az időjárás mellett mindenképpen a küzdelem szót is be kell pipálni. Viszont félretéve a Rákóczi út, ez a turista út, a piros sáv, ami végigfut az Emplén gerincén. Most viszont egy kilátóponthoz igyekszünk, mégpedig a nyugati oldal felé remek kilátás következik nem sokára. Úgy hívják a helyet, hogy Sólyomkő, és hát szerintem meg tudom számolni a negyed ujjamon, hogy kerékpárral hányan jöttek már fel ide. Mindenesetre mi most itt vagyunk. Jobbra lefelé már remekül nyílik a kilátás, nekem viszont egyensúlyoznom kell, hogy benne akadjak itt valamelyik fába. Jó! Akkor, hogyha nem haragszik meg senki, csapunk rögtön egy kitekintést. Próbálok leegyensúlyozni, mondjuk kegyetlenül csúszik. Na, tehát íme. Most lehet jól látni magát a követ.
Ez tulajdonképpen egy vulkáni kitörés, egy andezit kúp, azt hiszem talán olyan anyagból van, vagy valami hasonlóból, és nem egy van, hanem kettő. Ott a másik párkány, majd mindjárt oda is kimegyünk. Azért is érdemes, mert nem pontosan ugyanaz a kilátás. Közben Pisti csinál rólam egy fotót onnan. Mondom, hogy körülbelül lehetünk olyan 650 méteren most, és ha már az előbb szóba hoztam a kilátást, akkor nézzünk szét, hogy mi van körbe. Miközben István Pisti megjegyezte, hogy van ez 700 is, mutatom a környék legmagasabb csúcsát, a Gergely hegyet, itt van 784-jel közvetlenül mellettünk. A második, a Borsóhegy, az pedig majd körülbelül itt lesz, ott leszünk. Oda fölmegyünk, annak megnézzük a tetejét, és akkor remek kilátás a Hernád völgyébe. Meg tudom mutatni azt is, hogy honnan indultunk, ott tessék, közelítek. Azt úgy hívják ott hátul, hogy Vilmány. Az útvonalunk pedig ott jött végig Vilmány, és egészen ide be, Hejcére. Tehát Vilmány, Hejce, a kettő között, innen úgy tűnik, mintha az olyan síkság lenne, a lapos. Keményen emelkedett 6-7%-os emelkedővel egészen ide föl. Hejce ugye, amiről beszéltem, a hegykoszorúban ülő falu, és akkor utána ezen a völgyen, ami itt van közvetlen alattunk, itt mutatom, itt végig, itt jöttünk fölfelé, hát nem volt egyszerű, és körülbelül ott, azon a ponton, ott van a Fehérkúti turistaház, utána pedig torony iránt fel a hegyen, és aztán pedig ég alakba itt vissza. Kiálltam már, kiegyensúlyoztam ide a sziklaperemre, most lehet látni. Ez egy 40 méter magas fal, a Sólyomkő oldala, és sziklamászó paradicsom, ott talán ezt egy pillanatra lehet is látni, ráközelítek, hogy vannak kapcsok. Igen, itt 10 és 30 méteres mászóutak vannak fölfelé. 7-8-as erősségűek, hogyha ez mond valakinek valamit. Tehát egészen erősek. Viszonylag gyakran szoktak itt lógni a falakon. Többnyire szlovák túrázók. Nem tudom, hogy miért a szlovákok jönnek ide. Én akárhányszor láttam itt hegymászókat, mindenki szlovákul beszélt. Lehet, hogy a honvágy nem, hogy hazalátnak, nem, Pisti? Mert egyébként meg ott abban az irányba, az már Szlovákia, csak mondom. Különben én is nagyon szeretek lógni. Csak én nem a sziklafalról, hanem a munkahelyemről. Érdemes megnézni ezt a vulkanikus kőzetet, hogy teljesen más, mint a mészkőhegységekben. Pisti minden szabad pillanatot kihasznál, hogy tömje a fejét, és látszik is rajta. Olyan vagyok, mint a Trabant, sokat fogyaszt, de nem nagyon megy. Na, érkezünk a következő andezit kúpnak a tetejére. Kilátás megint hasonló. Most, hogy így kényelembe helyezkedtünk, akkor talán úgy kérdés következik. Mivel senki más nincs itt István Pistin kívül, neki teszem fel a kérdést. Sólyomkő, tehát honnan kapta a nevét? Sólymokról. Talált. Mondjuk nem ez volt a 20 milliós kérdés, valljuk be. Sólymok persze már nem nagyon vannak a környéken. Az egy négyzetméter első sólymok darabszáma akkor a legtöbb, ha Sólyom László volt köztársasági elnök, erre túrázgott. Illetve tegyük még hozzá, hogy ha véletlenül Han Solo is erre repül az űrhajójával, akkor itt már annyi sólyom van, hogy be se férnek. Úgy kell sorba állniuk. Akkor csak a távolságok érzékelésére közelítek. Elég nagy a pára, de ott van egészen hátul a hármas út. Ott mennek a kamionok, az a Kassa-Biskolc főközlekedési útvonal. Jelen pillanatban az gyorsforgalmi út, autópályát építenek különben ott. A szlovák rész már kész van, Kassa és a határ között. A magyarok természetesen le vannak maradva, jó szokás szerint, mint mindig. Akkor haladunk, ugyanis 10:30 van. Pisti az előbb meg is jegyezte, hogy már nem sokára ebéd van. Feltámadt a szél egy picit, ami jó hír, mert fújja szét a ködöt. Pisti az előbb közölte, hogy nehogy véletlenül ide fújja. Persze akár attól is tartatnánk, hogy ide fújja, de olyan meg nincsen, mert ahhoz már túlságosan magasan vagyunk. Ide már nem jön fel ez az őszi köd. Akkor egy pontos adat. 7:11-en vagyunk. Elraktam már a sisakkamerát, mert igencsak nagyon köves. Ezek a lávakövek ugyanis nem csak a peremen vannak. Bocsánat. Szóval ezek a vulkanikus kövek, ezek nem csak a hegység peremén vannak, hanem mindenhol szétszórva. És hát fogjuk rá, hogy bringával, de nem annyira tökéletes.
harapnivalóan friss a levegő. Csak arra kell vigyázni az embernek, hogy ne úgy véletlenül még beletörje a fogát. Sorry. Egy pillanatra felcsatlakoztunk a Rákóczi útra, most újra letértünk, ugyanis következő úti célunk a Borsóhegy. Arra tovább, az emlékhely felé. Ez pedig nem lesz más, mint a Közép-Zemplén második legmagasabb csúcsa, ezt már az előbb említettem. Megint toljuk, óriási kövek. Elképesztően tiszta idő van. Nem tudom, mennyire látszik, de ott szembe a kék ég gyakorlatilag vakít. Páratartalom szinte a nullával egyenlő. Sokan irigykednek rám, hogy milyen jól ki tudom fogni a gyönyörű időt. Azért azt most újra el kell mondanom, hogy nem kis munka van ám ebben. Nemrég éppen Pötyi jegyezte meg, azt hiszem talán a vendégkönyvben egy nagyon frappáns bejegyzésben, hogy ő biztos, ami biztos, még a Szaharába is esernyőt visz, mert vonza az esőt. Hát igen, aki a fix szabadságra tervezi a brigatúrákat, az így jár. Érkezünk meg a túránk csúcspontjához, ami kettős értelemben is az, egyrészt maga a hely, ami itt van azért, másrészt pedig tengerszint felett is, ugye 763-on vagyunk, tehát a legmagasabb pontján a mai napnak. Akkor mondom az eseményeket kronológiai sorrendben. 2006. január 19-én a szlovák légierő csapatszállító repülőgépe Pristinából hazafelé megkezdi a leszállást Kassa irányába, minden pár kilométerre van. Pilóta hiba, illetve a szélsőséges időjárási körülmények miatt, a nagy köd miatt a repülőgép jobbra sodródik, és belecsapódik az itt található Borsóhegybe, lángtengeré változtatva mind az AN-24-es, mind pedig a környező erdőket, sziklákat. A halálos áldozatok száma 42, de nem halt meg mindenki, úgyis a fedélzeten 43-an tartózkodtak. Volt egy túlélő, aki úgy úszta meg, hogy a leszállás előtt meglátogatta a WC-t, és a WC-kabin egy az egybe kirepült, és ezért, mint egyfajta ilyen koporsó, ami életet adó koporsóként megúszta a basetet, szinte karcolások nélkül. Végsétálok az emlékhelynek a végére, és szerintem az jól lehetett látni, hogy egy viszonylag nagy területen találhatók a kopjafák, és ennek is van magyarázata. De még mielőtt elmagyaráznám, mutatom, hogy még most is így 11 évvel a katasztrófa után jól lehet látni, ahogy a repülőgép letarolta az erdőt, és én voltam egy évvel a katasztrófa után itt, hát akkor valami elképesztő, hogy nézett ki. Úgy nézett ki, mint Vietnámban egy ilyen napalm bombázás után a terület, és még most sem nőtte vissza magát az erdő, jól lehet látni. Na most amit mondani akartam, és azért jöttünk át ide Pistivel, mert napal szemben nem tudom, hogy mennyire lehetett látni. Ez a terület, ez tulajdonképpen a repülőgépnek a váza. És azért a nagyon megrázó az egész hely, és ad egy ilyen szomorú hangulatot neki, hogy ezeken a helyeken, ahol a kopjafák vannak, itt ültek az emberek, tehát hogyha fentről egy légi felvételről megnézzük a sírkertet, akkor pontosan a repülőgép alvázát mintázza. Lehet látni, hogy ilyen ív alakban, nyíl alakban vannak, ahogy a kopjafák formázzák a szárnynak az ívét. Szlovákia történelmének, ami mondjuk nem túl sok, olyan 25 év, a legnagyobb repülőgép katasztrófája ez. És a legnagyobb katonai vesztesége is értelemszerűen, mert háborúban eddig még nem álltak. Igazi zarándok hely, jól látszik, hogy a mécsesek most is égnek. Csoda, hogy most éppen nincs itt senki, a hétvégén biztos, hogy sokan voltak. Az erdészet hordja fel az embereket, természetesen autóval nem lehet feljönni, mikrobuszokkal szállítják az utasokat. A sors fintora, hogy itt, most a fák meg a cserje már benőtte, de itt pár méterrel lejjebb már indul lefelé a hegy északi irányba. Tehát nagyon kevés kellett volna ahhoz, hogy a repülőgép itt a hegy mellett tulajdonképpen le tudjon húzni, és akkor nem következett volna be az egész.
egy információ, az emlékhelyet most már turista jelzéssel is jelölik, ez elég érdekes, ilyen, hát az az, nem? Hát igen, ilyen sírkő. Most kemény lejtmenet következik, úgyhogy nézem a fékemet, hogy biztosan fasza-e. Eredeti kínai, csak mondom, mert ugye azt tudjuk, hogy a mai világban ami nem kínai, az már hamis. Na akkor, most úgy elindulok a lejtő lefelé, mint kis János ívheggesztő, miután megtudta, hogy megcsalta a felesége. Tehát Borsóhegy északi oldala, és azt azért jó, hogyha mindenki tudja, hogy itt már nincs turistajelzés. Az elején van egy ilyen feltáró útszerűség, ami most még körülbelül egy olyan 8%-on lejt, majd pedig utána ez is teljes egészében elfogy, és onnantól pedig már semmi nincs, ilyen sziklás bazalt kövek között kell majd ugrálni. Viszont betekintve jobbra az erdőbe, fantasztikus a látvány. Itt már keményen az ősz az úr. Körülbelül 300 méter szintveszteség vár itt ránk. És még egyszer mondom, nem lesz túl egyszerű a terep, sőt már most se az. A cél a dobogó nyereg. Hogyha valaki ugyanezt a helyet tűzi ki célul, akkor elmondom, hogy lehet körbe is menni. Vissza kell menni a Rákóczi útra, azon a gerincen végig totyogni, majd pedig beereszkedni utána újra balra. Csak egyetlen egy probléma van vele, hogy az kerülő. Mi pedig nem igazán állunk jól időben. Tessék figyelni itt oldalt a talajt. Ezek nem építési törmelékek itt. Nem hordta ide senki. Ilyen a kőzet. A vulkán, ahogy annak idején kihaigálta. Hát ezzel már nem lehet menni. A vaddisznó elvtárs sem a legjobb kor turkált itt. Igazi terepkrossz, aki ezt szereti. Mondjuk nekem hátul Schwalbe Marathon plusz virsligumim van, és ráadásul jól fel is van fújva, nem mondanám, hogy pont a legjobb választás, de az Istennek volt kedve szerelni hajnalok hajnalán. De egy pillanatra most be lehetett látni balra Göncre, illetve hátlább már a szlovák falvak látszanak, Kassától délre eső szlovák falvak. Tényleg nagyon kevés kellett volna a gépnek, hogy megúszza. A radaron már lehetett látni Kassát. Pisti nagyon küzd a SPD-jével, mert ugye azt kibekapcsolgatni kell. Én mondtam neki, hogy hozon túracipőt, de hát az a gond, hogy akkor viszont a pedálját kellett volna lecserélni, és hát túl nagy kedve nem volt hozzá. Ez az. Aki gyors, az gyors, nem igaz? Ez innentől már nem embernek való terep. Az is probléma, megmondom az őszintét, hogy az a vartól nem látni a talajt. Hogy mekkorák a kövek, mekkorák a sziklák. Már pedig nem kicsik, maradjunk annyiban, és a lejtési szög most már a 20%-ot közelíti. Ezt a kurva eget. Majdnem fejreálltam. Pisti azt mondja, hozza a lendület, de azért megállni remélem megtudsz. Ésszel. Én majdnem fejreálltam az előbb. Az a baj, hogy a sisak kamera menet közben csak előre filmez, ugyanis ahhoz, hogy a lábam alá tudjak fényképezni, ahhoz nagyon le kéne hajtani a fejem, és már pedig az az érdekes, csak mondom. Na én megpróbálok felülni, most itt csak 25%, úgyhogy az már jó. Hiába, te valamikor hosszú távfutó voltál, nem? Akkor mi voltál? Lehet, hogy az is jó ide. Azért SPD-ben élvezetes lehet így futni, mi? Viszont a színek azok továbbra is gyönyörű szépek, és hull a levél. Most már tényleg nagyon hull. Volt egy kis lankás pihi, most újra következik a fekete leves. Lendüljünk be. Az előbb átvágtázott egy őszcsorda, hát sokan nincsenek errefelé, az egyszer biztos. A Zempléni hegység turista szempontból az egyik leglátványosabb hegyvidékünk,
elsősorban a tagoltsága okozza, és a fantasztikus természeti formák, viszont a felkapottsága az nagyon alacsony. Ennek több magyarázata is van, leginkább az, hogy mindentől nagyon messze van. Mi volt ez, Pisti? Dobtál egy oldalast? Hát, nehogy átessek a kormányon, leugrottam. Aha. Szóval a mindentől távol van, azt úgy kell érteni, hogy leginkább Budapesttől, mert Magyarországnak ugye vízfeje van, a 2 milliós Budapest, és hát mindent onnan kell nézni, és való igaz, hogyha valaki az Zemplémi hegységbe akar jönni, akkor az 250 km minimum, és ráadásul a frekventált helyekre nem is nyugatról lehet jól följönni, mert nyugatról a Hernád völgyéből túl sok feljárat nincs, hanem inkább kelet felől, tehát meg kell kerülni a hegyet, ami még jobban megnöveli a távolságot értelemszerűen. Na, úgy néz ki, hogy kiértünk. Dobogónyereg! Jobbra lefele megyünk még. Igen, de azért nézzük meg a térképet. Térképet meg kell tanulmányozni. Már nagyjából tudjuk fejből az egészet, de azért nem teljesen. Tehát annak idején nekem 10 éves koromban választolom kellett, hogy 25 cm-es farkam legyen, vagy jó memóriám. Ezt melyiket választottad? Ki emlékszik már arra? Na akkor térképen. Vilmányból indultunk ki, feljöttünk itt, Hejce, körbenéztünk, és akkor itt a piros jelzésen megy fel egyébként ez a feltárolat, mert feljöttünk Fehér Kúti vadászház, és akkor utána itt feljöttünk ezen. Ami itt, jól lehet látni, hogy itt zölden jelöl, ide én már megírtam, hogy piros, és ez a térkép, ez 40 éves, és a turista jelzések azóta már nem csak nyomvonalában változtak meg, hanem színükben is. Kijöttünk a Sólyomkőre, és utána feljöttünk ide a Borsóhegyre, ez ugye egy kitérő. Itt lehet látni, itt volt a katasztrófa helyszíne, és nem, bocsánat, itt ahol a 747 van, és itt még ki lehetett volna menni egy kilátás elég, azért nem tettük meg, mert semmi kilátás nincs, már benőtte az erdő, és innen pedig szépen letotyogtunk a Dobogónyeregbe. Ezen a volt turista úton, ez már most nem létezik, csak mondom, mi itt jöttünk le, itt egy nagyon kemény lejtmenet volt, egészen durva, most vagyunk a Dobogónyeregbe, most pedig csinálunk egy olyat, hogy egy ilyen hurkot, itt a Soltészkút mellett eljövünk ide, és következő cél pedig nem más, mint az Amadévár. Akkor irány kelet, ez egy nyereg volt, tehát egy magaslati pont, innen lejtmenet következik kelet irányba, hogyha viszont a másik irányba mentünk volna, tehát nyugat felé, akkor le lehet gurulni a Hernád völgyébe, mégpedig Göncre. Ez egy jól kiállt út, a Kispatak forrásához, a Soltészkúthoz vezet, illetve gondolom vadászok használják még másfelé is. Ha már belekezdtem a Zempléni hegységbe, és itt vagyunk most a kellős közepén, akkor néhány szót menet közben róla is. Az északi középhegység tagja, mégpedig a legutolsó. Ha a négy fő részt nézzük, akkor a Börzsöny, a Mátra és a Bükk után a legkeleti ponton található. Nézés közben dagonyázok. Ahhoz képest, hogy nem volt eső, hát ides-tova már lassan másfél hónapja, itt még mindig van sár. A hegység több szempontból is kilóg a sorból. Egyrészt a kőzete, a geológiai felépítése miatt, vulkáni hegység ugyanis. Persze most sokan felkapják a fejüket, akik kicsit hozzáértők, hogy hát akkor miért lóg ki a sorból, mondjuk északi középhegység nagy része vulkáni hegység. Ott van a Börzsöny, a Mátra, és akkor az Zemplén is, tehát valójában a Bükk a kakukk tojás, mert az mészkő, az üledékes kőzet. De ez mindig az, de mégse. Ugyanis a hegység kialakulása geológiai szempontból teljesen másképpen történt, mint a másik két társának, a Börzsönynek és a Mátrának, azok jóval korábban a klasszikus vulkánképződési korban alakultak ki, ez viszont a harmad időszakban, tehát jóval később, ezért a felszíni tagozottsága teljesen más, széttöredezett rögökből áll, és erre nagyon sok helyen látni is felszíni formákban tanúbizonyságot, például itt is láttuk a Sólyomkövet, illetve ahol gurultunk lefelé, ez a sok építése törmeléknek nevezett vulkáni, a harmad időszaki kidobálódott láva, megkövesedett lávadarabok, ezek mindenről tanúskodnak. Közben ott István Pisti fölött már betekinthetünk a hegység magasabb régióiba újra. Elmondom, hogy a másik különlegessége a hegynek, hogy észak-déli irányú, a többihez képest, mert azok inkább kelet-nyugati orientációjúak, a északi középhegység többi hegyeiről beszélek most, vagy pedig inkább olyan kerek, vagy kör
alakú kiterjedésűek. Ennek azért van jelentősége, mert a Zempléni-hegység nem csak Magyarország területén található értelemszerűen így, hanem átnyúlik Szlovákiába, mégpedig a fele ott található. A szlovákok Slánszky-hegységnek hívják, és akkor rögtön egy érdekesség, a név, a Zemplén, ami tulajdonképpen nem is stimmel, mert Zemplén nevezetű falu ugyan létezik a szlovákoknál, de a neve az valójában Tokaji-hegyen. Közben itt nyílik a táj, Pisti fényképez, és ami érdekes, hogy már a Kispatak völgyében vagyunk. Aztánzva, meg is állok egy pillanatra, mutatom. Ez nekünk most csak azért fontos, mert itt van fent az Amaddévár, ez egy sziklakilátó pont, értelemszerűen valamikor vár is volt, és azt be akarjuk támadni. De természetesen ahhoz meg kell találnunk a feljáratot, ami azért lesz a mi szempontokból érdekes, mert mi nem a turista úton akarunk menni, illetve majd becsatlakozunk, hanem előtte van ilyen vízmosás, egy patakmeder, ahova el akarjuk dugni a bringát, mert oda nem fogjuk felvinni a bringát, mert egyrészt nagyon meredek, másrészt meg amúgy is zsákutca. Hát jövünk majd vissza, nem igazán lesz értelme. Elképesztő, hogy már milyen sárga minden. Jó, hogyha mindenki tudja, hogy ez pár napig tart, tehát ez a stádium, ez körülbelül tegnap előttől lett ilyen színű, és még körülbelül egy olyan, talán a hétvégig kitart, most hétfő van. Ennek pedig az az oka, hogy egyszer lehullanak a levelek. Tehát ez már nem tud tovább sárgulni, most már ezek teljesen érdektelenek. Az előbb említettem a Tokaj-hegylánc nevet. Ez sem teljesen stimmel, mert a névadó, a Tokaj-hegy, az tulajdonképpen különálló hegy, egy vulkáni kúp tulajdonképpen az Zempléni-hegység déli részén. Hát persze, földrajzilag a Zempléni-hegységhez sorolják. Megvan? Oxi. Ez biztos, hogy ez. Aha. Toljuk be. Tehát a trükk, még egyszer mondom, az, hogy itt mindjárt megfektetjük. Igaz, hogy sokan nem járnak erre felé, de fő a biztonság, ne legyen szem előtt. Úgy döntöttem, hogy mindent itt hagyok. István Pisti szerint ez elég bátor cselekedett, de hát reméljük, hogy nem jön fel senki. Most kéne elénekelnem Nyári Károly Tüskés utakon hívő romantikus balladáját, amit két okból nem teszek. Egyrészt, mert nem tudom a szövegét, másrészt meg a Nyári Károly nem stimmel, még ha Őszi Károly lenne. Nagy, ahogy frappánsan István Pisti az előbb megjegyezte, harmadrészt meg lefelé szoktam énekelni. István Pisti úgy dobálja hátrafelé a sarat, így fejmagasságban repülnek mellettem a SPD által kilőtt lövedékek. Annyit még el kell mondanom csak a tények kedvéért, hogy ez egy bejáratott körünk, általában mindig meg szoktuk csinálni, és állandó túratársam ez Zempléni körön, Kirington szokott lenni. Csak ő most nem tudott jönni, mert ugyanis újra nősült. És milyen lett a házassága? Majd elválik. Mondtam neki, hogy idejövünk, hogy majd emlegetni fogjuk. Erre annyit mondott, hogy elég baj az neki. Különben itt kettőnk között, hogyha áttekintünk hátra, nem tudom a kamera mennyire élesít, szerintem nem igazán. Fantasztikus a másik oldal, és főleg a színek. Hát igen, a kamera ehhez kevés. Tehát az emberi szem az valami 8 nagyságrendet tud, a kamera meg maximum 3-at. Nagyságrendek között a intervallumokat kell érteni, tehát 1 lux és 1000 lux között mondjuk egy nagyságrend, az emberi szemben még 0,00 akármennyitől az 1 millióig körülbelül. Közben egy picit most változik a táj, mennyin vagyunk, Pisti? 5,80. És kiértünk ebből a bozótos gyuvásból, és most bükkerdő van, fantasztikus fényviszonyokkal. István Pisti a csúcson puszedli evésre készül, mert hogy megérdemli. Tessék csak megnézni, ezek gombák. De teljesen úgy néznek ki, mintha csigák lennének. Nem tudom, hányan tudják, hogy a csigának 400 agysejtje van, és ezzel házat épít, táplálkozik, szaporodik. Zsófi a Barátok közből ugyanennyivel a tévében szerepel. István Pisti az előbb megjegyezte, hogy hát ezek is szerepeltek a tévébe. Mondjuk ez igaz? Azért érdekes a párhuzam a csigák meg a
barátok között, hogy hova fejlődik a társadalom. Az ember, hogy elnézi a bulvársorozatokat, hát komolyan megfogalmazódik benne, hogy létezik-e evolúció. Evolúció különben létezik, csak az emberiségnél nagyon egyszerű, a társadalom ezt kinegálja. Tehát minél hülyébb valaki, annál több lesz belőle, annál inkább elszaporodik. Aha. Magyarul kompenzál a társadalom. Végülis igaz, hát hülyéknek is lenni kell. Azt azért el kell mondanom, hogy aki gyalog próbálkozik az Amadévár meghódításával, annak oda kell tenni magát, vagy hozzon magával a serpát, mint Dobrankó. 150 méter szint legyőzése után körvonalazódik a sziklaorom. A sziklaletörés elhelyezkedése folytán stratégiailag nagyon jó helyen volt. Ugyanis minden oldalról szakadék, talán a déli oldalról egy picikét lankásabb. Ezért adta magát, hogy erre a pontra várat kell építeni. És ezt őseink, elődeink meg is tették. Mégpedig a 13. században, de erről majd egy kicsit később, most helyezkedjünk egy jó kis magaslati pontra a kilátás miatt. Hát, ettől tovább nem megyek, remélem, hogy nem sértődik meg senki. Na, hát ez van így alattunk. Tehát István Pisti mellett itt mutatom, hogy ez az Amadévár sziklagerinc, ott még különben újra tart, illetve mögöttünk is van még egy sziklapárkány, és akkor arra felé ilyen gerincszerűen megy végig. Amit itt alattunk látunk, ez a nagy patak völgye, ami aztán egy ívvel arra elfordul, és utána elmegy balra, lemegy Gönc felé, a másik oldalon megy a kis patak, és akkor így hosszában van ez az észak-déli gerinc, amelyek egy alkotó pontja, a legmagasabb pontja, ez ahol most állunk. Na most az ott hátul a ködben a Hernád völgye, és ha nagyon ráközelítek ott arra fehér pöttyre pontra, talán látszanak ilyen házak ott egészen hátul, hát elég nehezen, de talán látszik. Na, azt kérem szépen Kassa, a környék központja, illetve hát a mi esetünkben ez már nem a mi központunk, ez a terület ugyanis már egy másik ország. Na, akkor nézzünk el arrafelé, mit látunk erre, ez a hegyköz. A hegyköz az a közép zempléni hegyvonulat, illetve ott egészen hátul, ahol az a torony van, tessék figyelni, ott a torony mögött húzódik keresztbe az a nagy milic gerince, az északi zempléni hegyvonulat, és a kettő között található értelemszerűen a hegyköz, innen kapta a nevét. De ez a hegyköz, ez egy medence, egy négyzet alakú medence, ugyanis nem csak északon, illetve délen van keresztbe hegy, hanem balra, illetve jobbra is, és középen pedig van egy ilyen tektonikus lesüllyedés, ezt hívják hegyköznek, középen található Telki bánya, illetve még jó pár falu. Ezt csak azért mondom így ennyire részletesen el, mert oda fogunk menni. A várról néhány szót, ha már feljöttünk. Mi az, ami látszik? Az, hogy nincs itt vár. 1391-ben Zsigmond idejében pusztult el. Előtte viszont fénykorát érte, igazi lovagvár volt. Az Aba nemzetség építette, amikor a 13. században. És akik itt laktak, főleg Aba Amaddé, igazi kiskirály volt. A környék rettegett ura, és igazi renittens. Tehát senkinek nem volt hajlandó behódolni, még a királynak is. Ezért negyedik László megostromolta a várat, de bevenni nem tudta. És ezzel kapcsolatban egy utolsó érdekesség, hogy halt meg ez az Aba Amaddé? Az ember azt gondolná, hogy csatában, hősi körülmények között nem. Egy kocsmai verekedésben leszúrták Kassán. István Pisti megígérte, hogy milyen szép halála volt. Hát igen, halála szaláltak, mindegy, hogy milyen. Persze, ettől mondok jobbat, István Pisti most mesélte, hogy Ausztriában szintén volt egy ilyen bevetetlen vár, és ott is volt egy ilyen várkapitány, ostromolta az ellenség, és nem tudták bevenni, az volt a stratégia, hogy ki kell lőni a várnak a kapitányát, és ezt úgy oldották meg, hogy beküldtek valami kémet, aki megmondta pontosan, hogy mikor megy a budira, és a budi egy rejtek helyen volt a várba befalazva, és akkor mikor ott volt, ott trónolt, akkor oda lőttek. Hát, olyan istenes a kilátás, mint a Bence. De lehet, hogy még attól is jobban. Miért nem ülsz le? Még átadom magam. Pisti, azért óvatosan rágjál, mert ha mellé rágsz, akkor lehet, hogy úgy lemész oda alfából, hogy észre sem veszed. Vers következik. Csak beülök már ilyen költői pozícióba, hogy olyan költősnek nézzek ki.
Tehát, óda a várhoz. Este jön a barátok közt, alig várom már, csak tudtam, hogy ezt itt kitette várom már. Különben, hogyha minden igaz, akkor valahol ott a párába kellene látnunk a Zemplén legnagyobb csúcsát is, a nagy milicet. Ugye az a milic csoport 895 méterével, de meg nem mondom, hogy melyik az. De biztos, hogy az irány az jó, körülbelül innen tőlünk észak-észak-keletre van. Nem, hogy az egyik ismerősöm, haverom elnyert egy ilyen ingyen utat Londonba, egy napra ment ki, teljesen ingyen. Mikor visszajött, azt mondta, ő most már csak angolul hajlandó beszélni, és közölte, hogy következő napi program megmászni a Big Miles-et. Különben elviekben még arra valahol, és igenis látom is. Figyeled, Pisti? Ott a várfal. Tehát ennyi maradt meg a várból. Tehát akkor mégiscsak meg tudtunk valamit mutatni, hogy nem kabusztunk félre. Ha valaki errefelé jár és az Amadé várat be akarja támadni, akkor a piros turista jelzése jöjjön föl. A Rákóczi útnak tulajdonképpen egy kitérőjéről van szó. A kilátás miatt mindenképpen megéri. A fát nem takarították el, de a turistáknak kivágták az átjárót. És egy csak figyelni? Páfrányos. István Pisti az előbb megjegyezte, hogy ez az út páfrányos helyzetű. Ténykérdés, hogy rohadtul csúszik. Nyilkos. Az Zemplénben különben sok endemikus növényfa is található. Pont a páfrányok azok, amikből egész sok különlegesség is van. Ez többnyire a csapadékos időjárásnak és a különleges mikroklímának köszönhető, ugyanis az Zemplén Magyarország egyetlen szubkárpáti éghajlatú tájegysége. Lent folyamatosan bőgetik a motorfűrészt, és már Pisti az előbb megszólalt, addig jó, amíg halljuk, mert addig nem a bringa környékén matatnak. Ha valaki a turista jelzésen akarta folytatni az útját, és hát persze, ha esze van, akkor arra folytatja, akkor ott menjen, mi viszont megyünk a rejtekhely felé. Köszönje István Pisti, hogy rögzítjük részletesen a rejtekhelyet, aztán akkor többet már ide nem jövünk. Mindenki látja. Persze, ha annyit mondok, hogy találják el, hogy mikor jövünk el egy évben egyszer. Mondjuk az könnyű lesz, amikor szép idő van. Akkor most innentől két feladat van. A fáradt olaj leeresztése, és utána pedig gurulás. A fáradt olaj leeresztésével törvényt nem sértünk, a munkagép is ezt tette. Na akkor leértünk 500 méterre, gyalog, és most pedig 260-ra fogunk legurulni ezúttal már bringával, értelemszerűen. Az pedig nem lesz más, mint a potácsház. Ez egy közbülső állomás. Most itt még együtt a piros jelzésen, majd pedig mi tovább megyünk ezen a feltárúton, a piros jelzés pedig balra bemegy, úgy tudom, az erdőbe. Ezzel kapcsolatban gyorsan akkor egy észrevétel, információ, de inkább észrevétel, megjegyzés. Általában, ha valaki olyan tájra, olyan területre jön, ahol nem igazán ismerős, akkor jobb, hogyha a turista jelzéseket követi. Már csak azért is, mert azokon legalább tutira el lehet jutni oda, ahova vezetnek. Hogyha viszont ezeket a feltáró utakat követi, akkor azok meg aztán az Isten se tudja, hogy hova mennek. Az esetek egy részében, nem egész 50%-ban persze, sokszor azok is ugyanoda, ugyanakkor benne van a pakliban, hogy eltévegnek másfelé is, például akár egy magasleshez, vagy akár egy kitermelő, fakitermeléshez. Összefoglalva, hogyha van helyismeret, akkor természetesen bárhol, bármit, bármerre felé, és a mi esetünkben ez megvan itt a Zemplénbe, de jó példa Pötyiék, akik az ország másik végéről jöttek, és pár éve készített itt egy videót, ők a potácsháztól a piros jelzésen jöttek fel, nem ismerve ezt az utat, ami mi most megyünk le, és hát azért keményen beszívtak. Tehát azért ott sziklákon patakmederbe kell tolni, és persze látványos, én aláírom, mert ezeket a turista utakat általában nem a nehézségi fok alapján húzzák meg a nyomvonalát, hanem a látványvilág miatt. A kettő nem mindig egyezik. Lent a kis patak, itt talán egy pillanatra lehet látni mellettünk a szurdokvölgybe, ez egy köves szurdokvölgy, és az is elég jól látszik, hogy az ég egyadta a világon,
semmi víz nincsen benne. Pisti! Pisti! Elhagytál itten valamit? Tessék csak figyelni! István Pisti baseball sapkája. Megint a szokásos évi fejreállásodat próbáltad ki, és akkor repült? Ja, csak majdnem, mi? Ha már szóba kerültek a turista utak, aki végül mégis úgy dönt, hogy eljön ide. Innen indul az országos kék túra, Nagy Milica kiinduló pontja. Hogyha valaki látta a Rockenbauer Pali bácsi másfél millió lépés Magyarországon című sorozatát, akkor ők innen indultak, és a végén értelemszerűen ide érkeztek vissza. De különben, hogyha valaki úgy dönt, hogy a Rákóczi utat járja végig, ugye ez a gerinc túra már mondtam, akkor az Telki bányánál kapcsolódik össze az országos kékkel, vagy egy kitérőt, vagy pedig egy Zsák utcát megér. Azt azért meg kell sugnom, hogy ez az út sem sokkal kellemesebb, mint a turista jelzés. Továbbra is ezek a vulkáni kövek vannak, kicsikét megdózerolva, illetve hát hordtak rá valamiféle kavicsot. Még egyszer mondom, összességében elég jól lehet rajta haladni. Ha valakinek mountain bike-ja van, és imádja a terepezést, annak külön paradicsom ez a hely. A várból lejtmenetben említettem a szubkárpáti időjárást, és a Zemplénben az van, és akkor ezzel kapcsolatban egy érdekesség, hát először is, hogy miért van az? Azért, mert észak-déli irányú, és a hideg szelek a lengyel síkság felől ide áramlanak be leghamarabb az országba. Maga az Zempléni-hegység, illetve a Szlovákia területen található két folyóvölgy, a Bodrog, illetve a Hernád, ami szintén észak-déli irányú, mint egy rávezetik a hideg jeges levegőt a hegységre. Ezért van az, hogy itt vannak leghamarabb fagyok az országban, sőt, mi több, hó is itt szokott leghamarabb lenni. Itt balra tőlünk most már óriási szakadék van. Talán néha egy-egy bepillantást lehet látni. És az út pedig, ahol most jövünk, remek panoráma út. A sziklafalba van vájva. Nem tudom, hogy a kamera mit ad ezekből a színekből vissza. Olyan vörös, a vörös csillagárnyat itt szerintem ebből a színmintából vették. Különben, hogyha valaki ebből az irányból próbálja meg kimászni a nyerget, a dobogó nyerget, illetve hogyha esetleg mégis megpróbál fölmenni azon, ahol mi lejöttünk a Borsóhegyre, a repülőgép katasztrófa helyszínére, az is kösse fel ám a gatyáját. Nem könnyű ügy. Sok helyen vállon kell vinni, illetve tolni is kell. Nem csak a százalékok, hanem a terepviszonyok miatt is. És bár a kamera viszonylag sok helyen forog, azt azért el kell mondanom, hogy nem mindenhol. Vannak olyan részek, ahol egyszerűen nem tudunk filmezni a terep nehézségei miatt. Lent vagyunk a Nagypatak völgyében. Most már itt hallani vízcsobogást is, úgyhogy ebben van víz. István Pisti azt mondta, ez a véges 12% volt ezen a nagyon szar úton. Hát észrevehető volt, az biztosan belem szétvázódott. A szintünk, a 280 már megvan, sőt egy kicsit be is néztünk alá. Elviekben már aszfaltnak is kéne lenni, de egyelőre úgy néz ki, hogy semmi. Megérkeztünk a potácsházhoz. Megszemlézzük a jelzést, mi az, ami nekünk kell. Egy érdekességet azonnal tudok mutatni. Pálos kolostorom, nincs egy kilométerre 20 perc a piroson, arra fölfelé, ott befelé, tessék csak figyelni. És ez egész jól megmaradt 14. századi kolostor, hát tetőszerkezete nincs, de a falai még remekül állnak. Jó, most ezt nem nézzük meg, mert más az irányunk. Viszont egy másodpercre belépek itt a potácsházba. Mondjuk gondosan le van láncolva, de én azért bejövök. Ugyanis ez a hely egy ipartörténeti érdekesség. Ez a 17. században Hamuzsi végetőnek épült. És utána turistaház, kulcsosház funkciót látott el nagyon sokáig. És a 70-es, 80-as években aztán pusztulásnak indult, majd pedig most nem olyan régen magán kezdeményezésre nagyjából helyre rakták, és most is működik. Persze nyilván alacsony komfortúak, figyelem. Inkább úgy mondanám, hogy akik nem annyira érzékenyek a komfort fokozatokra, azok jöjjenek. Tehát itt wifi, internet,
meg értelemszerűen áram sem lesz. A cipőmet ki kell szedni, mert rajtam kívül más is tartózkodik benne. Konkrétan egy kőzet volt, mégpedig egy vulkáni típusú. Mr. Spock, ahogy Pisti mondta, mert ugye az is vulkáni volt. Egy érdekesség még a helyen kapcsolatban, közben jön két bringás, hogy van itt egy forrás is, Juliska forrás, illetve csak volt, mert 2011-ben jött egy árvíz, Gönci patak kiöntött, és azóta teljesen elmosta. A két bringás az, akiket kisegítettünk még helyce után alkatrésszel, összetákolták a gépeket, és most egy teljesen másik úton ugyanitt vannak, ahol mi, és ennek Telki bánya felé. Szóval társaságot kaptunk. Ki mondta, hogy álljunk be szélárnyékba, hát ellen a terepen az nem igazán számít semmit. Hull az elsárgult levél, hív a fáradt őszi szél. Mondd, hogy nem múlt minden el, mondd, hogy néha könnyedel. Na hát, megszoptunk. Pedig már párszor voltunk, úgy tűnik, hogy most ezen jövünk, holott itt kellett volna keresztül átmenni Telki bányára, hát csinálunk egy ívet. Időben nem állunk túl faszául. Ha jól azonosítottuk be a helyszínt, akkor ez a Kerekpatak völgye. Egyel odébb van a Nagypatak, és a Potácsháznál pedig folyt össze a Kispatakkal a három, és onnantól Gönci patak néven folyik lefelé Gönc felé. Göncöt már jó párszor emlegettem ma, az itt a regionális központ. Természetesen azóta, amióta Kassa kikerült a látótérből. Az pedig már igen-igen kikerült, több mint 100 éve. Igaz, hogy vissza került azért a látótérbe pár évre, ugye a kis magyar időkben, 6 vagy 7 évre, 1938-44-ig. Azóta újra Szlovákia része. Akár tetszik nekünk, akár nem. Hú, milyen bakhátos ez az út! Telki bánya előtt az Ördökhegyi nyerekben vagyunk, és egy érdekes történelmi esemény fűződik ehhez a helyhez. Itt verték meg a kurucok a labbancokat az egyik csatában. És akkor Pisti, most táros kérdés következik. Egy érdekesség, érettségi tételnek is jó. Tudod-e, hogy hogyan tették le a labancok, a fegyvert a kurucok előtt? Hogyan? Hát csak így egy kukacba. Egy másodpercre visszakanyarodva még Göncre, ugye a barackról híres, ez mindenkinek beugrik, és hát az ebből főzött pálinkáról, Gönci barack pálinka, ezzel kapcsolatban akkor egy személyes történet. Nagyanyám elérte a 100 éves korát, apai ágon elég sokáig élünk, ezt azért el kell mondanom, tehát a apám is majdnem 90 éves, fizikailag teljesen rendben van, mondjuk agyilag nem teljesen van már a toppon, de hát a kortól van, anyám szerint persze sose volt. Visszatérve az eredeti történethez, 98 választások. Jön ki a tévé, mert a legidősebb állampolgárt meg kell interjúvolni, aki természetesen nagyanyám volt. Elhangzik a sablon kérdés, mi a hosszú élet titka. Erre nagyanyám, reggel bevágok két feles Gönci barackod, amíg lefő a kávé, addig rágyújtok a pipámra. Kérdezem a tévéseket, hogy biztos, hogy ezt akarták hallani? Semmi gond, minden lemegy adásba. Hát azóta is várjuk. Na, itt vagyunk Telki bányán, telegsorok vannak. Elviekben az Osva völgynek kéne lenni. Nem, szerintem menjünk, ez kivezet erre. Az az igazi probléma itt, hogy az Osva völgyén vannak a tűsziklák, amiket én mindenképpen meg akarok nézni. Itt az előbb leszólítottunk egy asszony, aki azt mondja, hogy ez teljesen más felé van. Azt mondja, valahol a főút mellett van, tesse logikátlan. Viszont ez fantasztikus ez a hely itt végig. Nagyon tetszik. Telki bánya, aranybánya apartman. Hát a mai világban ez sokkal inkább már üdülőtelep, mint... Hú, ez jól néz ki, aranybánya hotel. Kis tavacskával. Na, ez szép. Igen, éppen ezt mondom. Étterem. Azt most kihagyjuk. Itt a főút. Nálunk most két biztos pont van. Az egyik, hogy este barátok közt, a másik pedig, hogy kocsmát keresünk. Telki bányai városnézést tartunk. Nem város, de valamikor az volt.
Jó látszik, hogy most is egészen jól néz ki. Itt van kitáblázva az Ezüstfenyő Hotel, a volt Károlyi kastély. Kommunizmusban úgy tudom, hogy ez turistaházként működött, hát most nyilván szálloda. Na, megérkeztünk a helyszínre. Ha a kocsmába az ember be akar vágódni a kocsma töltelékeknél, akkor ezt kell mondani. Mindenkinek a vendége vagyok. A félkómások már nem nagyon tudják megkülönböztetni attól, hogy mindenki a vendégem, pedig azért nagyon nem mindegy. Biokocsma. Az volt kiírva. Mit jelentett az kis? Egészséges tablettásbort lehet kapni? Itt az ebéd. Tojás és baszont klasszik. 50%-on a turkálóba vettem. Lejárt szavatosságú termék. A kedvencem. Itt jöttünk le a völgyön, volt egy aranybánya fogadó nevű műintézmény. Ez kicsit kettős értelmű, mert úgy is lehet értelmezni, hogy az egész fogadó egy aranybánya. Annyi pénzt. De hogy olyan drága, nem? Mindjából? Van benne valami? Lefogytam a nyáron, Pisti. Mit gondolsz, hogy fényevés? Biztos hallottál róla. Vettem akcióban étkezési fény 2 kilót az Aldiba. Ez milyen volt? Kicsit csótlan, de megsütöttem sült krumplival. 1,5 kilót bevágtam. Isten jó. A maradék 1,5 kilóval mit csináltál? Befagyasztottam. Kell az máskora is. István Pisi azt mondta, hogy ő is kipróbálja a fényevést, csak ő bőrön át, mert majd megfagy. Következik a desszert, tessék figyelni. Görög csokoládé. Úgy vettem Kefalónián 1,5 éve, és direkt arra tartogattam, hogy István Pistinek egy kóstolás céljából átadom. Amit így elsőre jól látni rajta, és pontosan emiatt vettem meg, hogy csak görög feliratok vannak rajta. Ami nem görög, azok a mértékegységek. Gram, százalék, kilozsul. Mi a megfejtés? Miért van ez, Pisti? Hát mert amikor a betűket alkották a görögök, ezek a dolgok mi nem léteztek. Pontosan eltaláltad, úgyhogy kiérdemelted a csokoládénak az 1/10-ét. Mégis úgy döntöttem, hogy az 1/20-át odaadom István Pistinek, ugyanis megtalálta az angol feliratot. Tessék csak figyelni, bittersweet csokoládé, David, orange. Az 1/20 az nem kevesebb, mint az 1/10. Azért van. Leesett. Azt mondja István Pisti, hogy mondjam be, hogy a nyugalom megzavarása alkalmas helyet következik, ugyanis jön a dalbetét. Én elmentem a vásárban fémpénzzel, cukrot vettem a vásárban fémpénzzel, káli kittyom édes cukrom megmaradt a fémpénzem. Próbáltam lefordítani, hogy mi van ráírva, de nem is lefordítani, kimondani is elég lenne, upárhony, de különben az összes mind más. Mit jelentenek? Nem tudom. Tessék, István Pisti. Az 1.30-ad része. Lelkes, mint mondták a partizánok. Hát, 1,5 év meggyötörte az állagát, a sabottégla az puhább. Mondom István Pistinek, hogy a különleges csokis papír nem kell neki. Azt mondta, nem finom, a múltkor kóstolta. Az előbb mutattam az aranygombfogadót, és mondtam, hogy emlegetik úgyis telkibányát, hogy aranygombos telkibánya. Na, akkor meg is tudom mutatni, hogy honnan kapta a nevét. Templomtorony. És ott a kereszt alatt, ott van az a... Hát az a golyó. Azt hívják gombnak különben, hogyha valaki nem tudná. És azt állítólag aranyból csinálták annak idején a lakosok. Mégpedig azért, hogy ezzel mutassák, hogy a falu milyen gazdag. Természetesen a mai aranygomb az már nem aranygomb, mint a templomnak az aranygombja. Vagy sárga rész, vagy csak egyszerűen be van festve. Sárga részfestékkel. De van az aranygomb legendájának egy másik változata is. Nem tudom melyik igaz, különben valószínűleg egyik se. A másik változat az úgy szólt, hogy Mária Terézia testőrségének a gúnyáján innen telkibányáról származó gombok voltak, mégpedig színaranyból. Veszünk egy kitérőt, most tényleg csak azért, mert végképp kifutunk az időből, és hogy még jobban kifussunk. Én ezt Zsák utcának tippeltem, így ránézésre, és az is. Hát ezzel most lyukra futottunk, mindegy, mindent rögzítünk, a szívást is. Említettem már, hogy a falu mára már teljes egészében a turizmusból él. Tehát a nevében is benne volt, hogy itt ez tényleg bánya volt. És ha visszaemlékszünk arra gyerekkorunkból, hogy a földrajzi atlaszban
az egyetlen aranybánya lelőhely Magyarországon, az Telki bánya volt, akkor talán mindenkinek beugrik, nos, ott, itt vagyunk most. És tényleg volt arany, sőt, hát állítólag a mai napig is van. De a kitermelése már nem gazdaságos, viszont Mária Terézia idejében ténykérdés, hogy olyan mennyiségű aranyos és ezüstöt bányáztak itt, hogy az akkori Magyarország, ami ugye nem volt kicsi, az egy harmadát az aranykészletének, aranyellátásának ez a kis falucska adta. Szóval az aranybányászat az megszűnt már tényleg egészen régen, viszont a kőbányászat, mégpedig a üveg, illetve porcelán alapanyagok bányászata, a kvarc, a kaolin, illetve a perlit, az annál tovább tartott. Volt itt porcelángyár is, azt átköltöztették hólóházára, aztán ott lett híres. Itt pedig látható mellettünk a bányászati múzeum, fölöttünk pedig a ispotályos templom romkertje, majd mindjárt azt is megnézzük. Itt vagyok a múzeum fölötti parkban, előttem látható az Aranybányászok című alkotás. Meglesintem már közelebbről is. Hát keményen dolgoznak, ezt kellene tagadni, viszont innen fantasztikus kilátás van végig. A Szurdok völgye, a Cserenkő patak völgye, a Szélrózsa minden irányába, a patak völgyeken házak vannak, ebből áll össze a falu szerkezet. Pisti úgy döntött, hogy az SPD cipővel felküzd itt a meredek parton. Megy ez neked szépen. Egy fotó témát szerintem mindenképpen megéri a falu. Bányabejáratból különben van itt a környéken Dögivel. És ha már pont itt van egy, akkor megnézzük, hogy a fiúk a bányában dolgoznak-e. Úgy látszik, hogy éppen munkaszüneti nap van, de én próbálom keresni az aranyrögöt, az se nagyon látható. Azt mondja István Pisti, hogy műszaki okok miatt van zárva. Kifogyott az arany? Hát az műszaki ok. Hát az a ház ott lent, az lehet, hogy még találkozott Mária Teréziával. Különben az egész falu fantasztikusan néz ki. Nem csak a fekvése miatt, hanem látszik, hogy itt azért úgy adtak a kinézetre is. Érdemes megnézni, hogy reggeltől nedves az út. Ki tudja, mikor szállhatott itt fel a köd. Megyünk tovább kelet felé, Sátoraújhely felé. Ez a hegyközt átszelő főközlekedési útvonal, kelet-nyugati irányba. Van benne egy hágó, most azt másszuk ki. Voltam már ide a mezőrét a hágóról, egy kilátás erejéig. Hegyközt gyöngyszemét, Telki bányát utoljára fel akartam menni felülről. Hát, nem valami fényes. Ennyi van. Pedig az rémlet, hogy valami van itt, de ezek szerint mégse. Hogyha valaki ezen az úton visszafelé indul el, tehát nyugati irányba, akkor visszajut a Hernád völgyébe, és akkor lehet Kassai és Miskolc felé menni a főúton. Itt lett volna lehetőség a mi számunkra is egy rövidítésre, nem használtuk ki. Lehet, hogy ezt még visszasírjuk. Ugyanis most a hágón voltunk, és így viszont, hogy kelet irányba indultuk el, így mindenképpen át kell másznunk újra majd a főgerinten, és már most megsúgom, hogy nem is egyszer, hanem kétszer. Ahogy István Pisti hátra szólt az előbb, magunknak keverjük a szart. Ahhoz képest, hogy ez főútvonal, rendkívül ramagy. Ez évek óta nem esett át felújításon, de még foltozáson se. Pedig tudjuk, hogy hogy épül az ország. Ilyen jó gazdasági teljesítmény sose volt. Elég csak megnézni a köztévét. A stadionoktól kezdve, a stadionokon keresztül, egészen a stadionokig, minden. Jó, hát utak azok nem. Hát minden nem épülhet. Újra kitérő következik, a kitérő kitérője. Bejöttünk egy tájvédelmi körzetbe, amúgy is tájvédelmi körzetbe vagyunk, tehát ez most duplán tájvédelmi körzet, és megvan az oka, hogy miért, megtekintjük. A helyet úgy hívják, hogy Mátyás király kutya, nevét pedig onnan kapta, hogy itt van fölöttünk a Mátyás hegy. Tehát Mátyás király kutya 1932-ben Tóth Bálint építette, és jól látszik, hogy víz nem jön belőle. Nézzük, mi van még itt. Van itt egy sír, és akkor egy ismertető tábla Mátyás király arcképével. A legenda a következőképpen szól, állítólag Mátyás király itt vadászott a környéken, és itt találkozott ezen a ponton Szép Ilonkával. Szép Ilonkának különben itt van a sírja, ott el lehet olvasni a kövön.
ez felettébb érdekes, mert az a szép pilónk, akit én ismerek, és Mátyás királlyal kapcsolatban volt, annak a sírja, az valahol a Dunántúlon van. És így én azt gondolom, hogy ez csak egy ilyen mi remake, vagy minek lehet ezt mondani? Egy koppintás. Vagy tényleg itt van. Egyébként Mátyás király valóban járt itt, ugyanis a kedvenc vadászhelye az itt Kassa mellett volt, most szlovák területen, a Szlánszkéhegységbe, és hát nyilván ezt a területet útba ejtette. Ez nem tapló, ez valami más. Nem az az UFO alakú, igen. De van itt ám még más is, ott fent az a lyuk. Mindjárt felmegyünk meg még. Ez pedig nem más, mint a jégbarlang. Hát sok minden nem fogunk látni, mert hermetikusan le van zárva, de azt teljesen érzékelni lehet. Gyere csak, Püsti, hogy ömlik ki a hideg. Nagyon jön. Igen, nagyon hideg van. Ennek is van története. Itt van, Püsti közben kinyitotta az ajtót, úgyhogy majd mindjárt belesünk. Dögszag? Dögszag. Nézzünk már be. Hát figyelj, más nem lehet. Mátyás király berakta ide a vathúst, és azóta nem jött érte senki. Na szóval ennek a története, ez nem legenda, de egy érdekesség. Itt a középkorban tárókat kerestek, aranyat, ugye, egyértelmű. Itt mindenhol tárók vannak körbe, és furkáltak itt a hegybe, és de aranyat nem találtak, és utána így hagyták, kifúrva. És egészen 1932-ig, amikor erre járt Csolnoki Jenő geológus, a nagy erdély kutató, ő fedezte fel, hogy itt bizony jég van bent. És hát a mai napig is ez egy elég kemény jégbarlang, ami azt jelenti, hogy nyáron is lógnak a jégcsapok. Különben a jégbarlang itt is, mint mindenhol más, ugyanazon az elven működik. Egy ilyen mély árok, amiben beleesik a csapadék, és utána a szifon hatás miatt az ott lent megfagy, és mivel a levegő lent marad, a hideg levegő, ezért egy idő múlva elkezd nőni a jégréteg. Kommer szóval élve tulajdonképpen ez egy ilyen természetes jégverem. Hát vizet nem sikerült vételezni, mindegy, lesz itt még forrás. Viszont itt a másik oldalon is van még valami, meglessünk itt. Ez pedig nem más, mint egy piknikező hely. A tábla ugyanaz, mint az előbb. A hely érdekessége viszont, hogy innen indul a Gordon Bérc tanösvény, ami egy ilyen ívet ír le körbe, és a felhagyott bányákat lehet végiglátogatni. Elsétálok már ide egy fotó erejéig. És ehhez nekem egy élményem fűződik. Itt bivakoltam 2005-ben egy hölgyel. Gyengébbe kedvére, ez nem egy szexuális tevékenység, hanem a kempingezésnek egy formája. Hát, most már elég ramatyul néz ki. De ez van az ember feje fölött, és ez a lényeg. Most viszont már húzzuk a csíkot, mint Besenyei Péter a műrepülő világbajnokságon, ugyanis rohadtul megcsúsztunk időben. Különben, ha már Mátyás királynál tartunk, Mátyás király jól sok minden van itt a környéken elnevezve, leginkább források, itt volt a Mátyás király kutya, és telkívánján pedig van olyan az Osva völgyön, amit még sikerült kihagytunk, hogy 7 forrás. Természetesen ez is legenda fűződik, Mátyás király, amikor éppen arra járt, vagy most vadászat előtt, vagy vadászat után, erről nincsen információm, akkor a botjával megszurkálta ott a talajt, és mind a 7 helyen, ahova beleszúrt, víz fakadt. Azért ezeket a legendákat, főleg Mátyás királlyal kapcsolatban, fenntartásokkal kell fogadni. Ott van például, hogy áruába csajozott. Hát ebből sem igaz, az égvilágon sem. Mátyás király ugyanis nem volt egy Brad Pitt. Csak a korabeli ábrázolások ezt nem nagyon mutatják. A korabeli ábrázolások, a szobrok, illetve a festmények leginkább úgy mutatják, mintha Helyi László lenne. Helyi László az a színész, aki alakította mindig, és kiköpött hasonmása volt. Ez egyébként tény. Viszont Matthias Rex nem úgy nézett ki. A kampós orra stimmelt, viszont sánta volt, és alacsony. Tehát nem az a bombiván, akire a nők csak úgy ránéznek azonnal, és terelembe esnek, főleg, hogyha áruhában van. Koronával a fején nyilván van más tészta, úgy egy picivel könnyebb. És persze valóban csípte a nőket, mert miért ne? Csak nem áruhában csajozott, hanem kiküldte a hajdúit, aztán hozták neki házhoz. A csajok megjöttek, mert a hatalomhoz való vonzódás már akkor is működött, mint ahogy most is. Az meg, hogy a Mátyás igazságos városi legenda-e, azt majd a következő fejezetben kitárgyaljuk.
Ha ezen az úton valaki elindul befelé jobbra, akkor úgy tudom, hogy a Semsei birtokra jut. Arra valami kastély szerintem az most, hát, biztos az is szálloda, mint ahogy szinte mindegyik. Pistő azt mondja, hogy csinál egy fotót a legelőről. Az is kell. Kint volt a tábla, Sényői vendégház, az Északerdő ZRT üzemelteti, az előbb említett Semsei kúria. Akkor gyorsan egy helyzetjelentés, legurultunk 211 méterre, a hegyköz szívében vagyunk. Itt tulajdonképpen bármelyik irányba fordulunk, mindenhol hegyek. Egy picit visszatekerek, ugyanis látszik valami, amit nem valószínű, hogy máshonnan meg fog tudni mutatni, úgyhogy igen, tehát ez a pont jó is lesz. Ez pedig nem más, mint a környék egyik turisztikai különlegessége, az pedig a Füzéri vár. Elég messze van, de talán a kamera zoomja be fogja hozni. Azért jöttem ide vissza, mert itt a fosor fölött van egy nyak, ahol rá lehet látni. És egy dolog egészen jól látszik, hogy gyakorlatilag teljesen újjáépítették. Pár éve voltunk itt, akkor még nagyon ramaty állapotban volt, de most az uniós vár építés-fejlesztési program keretében ez a vár tulajdonképpen úgy néz ki, mint fénykorában. És különben állítólag a regéci is, majdnem hogy. De még mielőtt tovább lépnénk, most jól meg tudom mutatni a nagymilicet, ugyanis pont fölötte van. Ha valaki csúcstámadást tervez, és gyalog, akkor onnan a vártövéből toronyiránt menjen neki. Egyébként autóval, balra, hólóháza felé egy kerülővel, ott a nyakon végig lehet menni egész Fellászló tanyáig, és onnan gyakorlatilag már csak be kell sétálni a nagymilicre. Ezt inkább kocsaturistáknak ajánlom, bár azért onnan is van még távolság. Egyébként, hogyha már a váraknál tartunk, akkor nem tudom hányan tudják, hogy Magyarországon az 1 km eső várok darabszáma itt a Zemplénben a legtöbb. És ez elsősorban annak köszönhető, hogy a hegység földrajzi, domborzati, geológiai kialakulása ne lehetővé tette ezeknek a várhegyeknek a létrejöttét, amik adták magukat, hogy érdemes rájuk erődítményeket tenni. Közben Bózsván vagyunk, két részből áll Bózsva, kicsi és nagy. Ősi település. Mikor be akarták venni Füzérvárát, de mivel nem sikerült, úgy döntöttek, hogy akkor pusztuljon a falu és felégették. És akkor egy turisztikai info, itt a templom mellett ott föntesek, csak figyelni? Camping, étterem, panzió. Ez egy rendkívül jó hely. Ha valaki erre jár, itt mindenképpen érdemes megszállni, és a kaja is nagyon fincsi. Úgy hívják, hogy Kőbérc, még egyszer mondom, templom fölött. Pisti kicsit eltájolta magát, ugyanis rövidítünk. Lehetne különben többfelé is menni. Mi ugyanis át akarunk menni, mint a Kemence völgybe. És én kitaláltam itt egy másik utat. De egyébként három úton lehetne menni. Ha mennénk tovább a főúton itt a Halastó mellett, akkor bejutnánk Pálházára, az itt a nagyváros. A nagyvárost azt persze idézőjelbe kell érteni. És akkor ilyen ég alakba vissza lehet jönni a Kemence völgyön. Van a Szuha-patak, illetve van ez. Ez egy hatalmas ilyen vulkánikus szikladarab, úgy hívják, hogy Bózsva-szikla. Illetve van egy másik neve is, Béla-lába. Elég hülyén hangzik. Na hát akkor elmondom, hogy negyedik Béláról van szó, és hogy állítólag valahol benne található a lábnyoma. Remélem nem sértődik meg senki, hogyha ezt most nem fogjuk megkeresni. Ez már Bózsva külterülete. Telkek, üdülők, nyaralók mindenfelé. Egy hágóra mászunk most föl. Másik oldalon van a Zedővölgy, de ahhoz át kell jutni a Fekete Nyergen. Lett volna még az a változat, hogy a Szuha völgyén megyünk, ami tőlünk balra van, de azt szintén kihagyjuk, és ez vadregényesebb. Nagyon érdekes az út, mert teljesen úgy tűnik, mintha valami vasúti nyomvonal, felhagyott vasúti nyomvonal lenne, és a támfalak is úgy vannak kiépítve. Ami persze nem lehetséges, mert ennyire meredeken a vasutat nem lehet hozni, esetleg Svájcban. Itt már lehet látni a kis barlangokat, a tufába vájt pincéket. Itt vannak ezek a vulkáni kőzet, illetve ennek a felszíni formái. Ez amolyan kipreparálódott riolit,
a riolita az alapkőzet, és hogyha azokban vastelérek is vannak, akkor azok vörös színben színezik meg a sziklákat, hát ezekben most itt nincsenek. A környéken ezeket a sziklákat kőembereknek is, emberköveknek is nevezik, vagyis olyan érdekesen tudnak megkopni, hogy ilyen emberformákat alkotnak. Itt most igazándiból csak egy falat látunk, de úgy tudom, hogy itt valahol fönt állnak rendesen ilyen emberformájú sziklacsúcsok is. Érdemes megnézni ezt a... Hát mi ez? Beton? Igen. Aha. Milyen érdekesen haránt van vájva. Gondolom a víz miatt, mi? Lefolyjon meg utána, mint azért van bevájva, hogy tél is lehessen közlekedni. Valószínű. Igen, de itt vége. Na, ha már kicsit nyugi van, akkor beszéljünk egy kicsit a filmekről. Pisti, mi a kedvenc filmed? Várjál, először tippelek. A villanyszerelős. Nem? Nem. Ha nem? A Ben Hur. A Ben Hur? Az új vagy a régi? A régi. Ja. Az 50-es éve. Aha, azt én is milliószor meg szoktam nézni, de csak azt a jelenetét, tudod, azt a harci jelenetet, mert a többi az dögunalmas. Nekem egyébként az űrhajós szörnyes filmek a kedvenceim. Miközben elértük a hágót, elmondom, hogy most a legutolsó űrhajós szörnyes film, ami a kedvencem, az Geronazzo Mária Holdon. Hát nem annyira sci-fi, azt azért be kell vallanom. Elvétve van benne egy-két szexjelenet, mondjuk úgy, hogy foltokban szexjelenet is, azt is tartalmaz, a 90 percből körülbelül 94-et. Na, akkor egy másodpercre megálltunk. Mégpedig azért, mert van itt valami, amit meg akarok mutatni. Ez pedig nem más, mint a Suha panzió, a semmi kellős közepén. Az igazat megvalva, hogy milliószor voltam már itt, de ez mindig be volt zárva. Most vagy az van, hogy már vége a szezonnak, vagy pedig egyszerűen ez már nem működik, ami nem valószínű, mert hát a muskátlik még kint vannak. Azért tetszik igazán, mert az a semmi közepén van. Pillanatra felugrok, mert körbenézek. Mutatom a környezetet, gyönyörű szép. Még ilyenkor, ősszel is. Csendés a nyugalom, megszorozva néggyel. Viszont nyilván, aki nyuzsira vágyik, az sose fog ilyen helyre jönni. De nem vagyunk egyformák, nyilván vannak olyanok, akiket ez is érdekel. A Zedő völgyön gurulunk lefelé, ez a Kementés patak mellékfolyója. A vadregényességéhez nem fér kétség, és ugyanúgy őszi színekben pompázik, mint az összes többi völgy a környéken. Újra nyaralók vannak mindenfelé. Ide már leginkább a sátoraújhelyiek járnak. A kék turistajelzésre csatlakoztunk újra rá, mi nem azon jöttünk, még egyszer mondom, az a Suha völgyén jön keresztül Bózsváról. Ez pedig már a Kemence patak völgye, és megyünk délnyugati irányba. Ebben a másodpercben elhagyjuk kis hutát. Hogyha itt a völgyön felmentünk volna balra, akkor lett volna nagy huta. De hogyha valaki hiányolja, hogy nem mentünk be a kis és a nagy hutát, illetve fentebb a vágás hutát megnézni, akkor közlöm, hogy van még három, ami útba esik. A hármat a szó szerint kell érteni, ugyanis így hívják, hogy három huta. De egyébként valóban három, majd ott erről többet. Egy mellékszál, ami csak részben kapcsolódik a környékhez, de ide kapcsolódik, ez tény. Pisti, aludtál már el tekerés közben biciklin? Még nem. Na, mert én igen. És akkor azért kapcsolódik ide a történet, mert itt, ezen a völgyön, mégpedig 1998-ban. Pisti azt mondja, hogy ezt én már valahol rámondtam, tehát figyel, bizony, célpont Svájc, 5. rész, akkor a láz miatt majdnem. Mindketten emlékszünk rá, igaz, Pisti? Igen. Nem volt egy kellemes élmény. Ja. 98-ban viszont a kihalvatlanságtól, és hát az történt, hogy így szépen itt nyugodtan tekertem, előtte jól besöröztünk, volt kaja minden itt Pálházán, és ezzel csak azt vettem észre, hogy itt sodródok lefelé, és hát az utolsó másodpercben rántottam vissza a kormányt, árokba burulás lett volna a vége, az egyszer biztos. A völgy rendkívül van regényes, mint ahogy szinte eddig mindegyik. Kemence patak állomás, és ami feltűnő, hogy itt bizony van kisvasút. Mégpedig nem is akármilyen, ugyanis ez az ország legidősebb, legrégebbi kisvasútja. 1888-ban építették.
miközben egy pillantást vetünk a Kementés patakra, elmondom, hogy nem csak ez a kisvasút a legrégebbi, hanem a hegyközi úgy összességében. A hegyközi kisvasutak ugyanis egy komplett hálózat volt, amit a bányákhoz építettek ki, és a nagy részét az 1968-as vasútfelszámolási törvény talán így lehet mondani, nem, de így hívták, de burkoltan ez volt a lényege, hogy a kisvasutakat, mivel gazdaságtanok, fel kell számolni, szóval annak esett az áldozatául, és tulajdonképpen csak ez maradt meg. Persze felvetődik a kérdés, hogy akkor viszont ez a kisvasút meg hogy létezhet még? Hivatalosan már ez se létezik. 1980-as évek elején ugyanis teljesen felszámolták, a sineket nem szedték fel. 89-ben magánkezdeményezésre végül is újraindították. Azóta háromszor jár naponta, főszezonban, tehát október végéig, Pálháza és Rostaló között a menetidő 45 perc. A kisvasút népszerűségét leginkább a magashegyi üdülőhelynek, Kőkapunak köszönheti, ahova most ebben a másodpercben érünk. Itt már látszik is a kis duzzasztott tó, maga a sziklaképződmény, ahonnan a nevét kapta Kőkapu, ott van szembe, és hát ide lejövünk az árnyékba, mert innen talán jobban lehet látni. Igen. És a szikla tetejére épült vadászkastély a szállodával, ami hát elég pukkant állapotban, nincs az pukkant állapotban mi, hanem csak az a vörös borostyán. Bár a fene tudja, az a korlát sem néz ki túl jól, én megpróbálok most oda mindjárt felmenni a kilátás miatt. A patak különben félelmetesen arra szorít jobb oldalt, de ez csak egy üzemvízcsatorna, a valódi az ott folyik végig a tóban. A tavat majd visszafelé megkerüljük, és ez Zsák utca volt, így kimondottan emiatt jöttünk be, és akkor már itt is van a sziklaszoros maga, ahonnan a hely a nevét kapta. Sokat nem kellett jönni, most vagyunk a sziklasorosban, ott van egy kő szikla, és akkor itt a másik, a tetején pedig a vadászkastéllyal. Itt van egy fantasztikusan kinéző fafaragvány, Diana. Nem tartom valószínűleg, hogy a Diana hercegnőhöz bármilyen közel lenne, de egy ténykérdés, hogy valamilyen nő. Azt azért nem árt tudni, hogy ezen a sziklaormon az idők kezdete előtt kettővel már állt egy kastély, és Első László, aki Ukrajnába járt csajozni, Anasztázia ukrán hercegnőhöz, aki aztán később a felesége lett, itt néha megszálltak egy kötőjel négy légyot erejéig. A légyot mióta mértékegység? Ez állandóan kötekedik. Legközebb győzik eljön. Különben, hogyha már ott tartunk, akkor a légyott az az idők végezete előtt kettő óta mértékegység. Jobb, hogyha ezt mindenki tudja. Na, akkor itt megint van látnivaló, megint meg kell állnunk, pedig alig 10 méter gurultunk. Ha valaki Kőkapu történetére kíváncsi, akkor 1686-ig kell visszamenni, amikor a király Károlyéknak adományozott itt egy nagy területet, 14 falut és egy várat, a Füzéri vár, amit mutattam. A Károlyi, a különböző ágai, aztán később a leszármazottai örökösei fejlesztették a területet, és ide, ebbe a sziklakanyomba 1880-ban építették azt a vadászkastélyt, amit az előbb mutattam, és később az alházat is, ezt hívják itt alháznak, ami most Hotel Kőkapu, 1902-ben hozzá. Aztán 1903-ban megérkezett a vasút is, átfúrták az alagutat, majd mindjárt megmutatom, és akkor innen indult az egész terület fejlődésnek és üdülőközponttá alakult. István Pisti technikai preparációt hajt végre, ugyanis kotyog a pedál, nem csodálom a mai nap után. Én addig viszont megszemlézem a hét vezér szobor együttest, ami itt található mellettem. Azt ugye említettem már, hogy faszobrokból nincs hiány a környéken, van dögivel. Hát akkor miért pont itt ne lenne? Nézzük már meg, hogy királyaink, vezéreink melyik irányba néznek. A vasútállomás felé. Az sem egy rossz épület, majd mindjárt megnézzük. István Pisti azt mondja, hogy egy fotó erejéig beáll ide a királyok közé, már ott van neki a talapzat, ugyanis hát ugye tudjuk, hogy István a király. Tessék! Lepattanok ide egy fotó erejéig, István Pisti addig gyakorol, már azt mondja, nem mindegy ám, hogy tartják a kezüket. Megvan minden? Na, akkor pózoljál! A szobrokkal kapcsolatban azt még el kell mondanom, hogy ez már talán azt hiszem a negyedik helyük, ahol voltak. Én eredetileg itt láttam őket még valamikor, nem tudom, 10 pár évvel ezelőtt. Aztán innen teljesen eltűntek. Átvitték oda őket, oda az állomás épület mögé. Aztán most újabban megint itt vannak. Egyébként sokkal jobb ez a hely. Ténykérdés.
Még mielőtt felmennénk megtekinteni a vadászkastélyt, egy találós kérdés. Említettem Anasztáziát, Anasztázia hercegnőt, nem tudom hányan tudják-e, hogy mi volt a polgári foglalkozása. Mondok három lehetséges változatot. Műbútorasztalos, nehézbúvár, vagy anasteziológus? Ez csak a mély búvár lehet, mert a másik kettő teljesen valószerűtlen. Ezzel egyet kell, hogy értsek. Ha arra tovább menjünk az aszfaltos úton, akkor Rostallóra lyukadunk ki, ott van a kisvasútnak a végállomása. Ha valaki akar, akkor csúszdázni is lehet, főszezonban nyilván ez tele van, most viszont pang az ürességtől. Senki az égvilágon, följövünk ide, megnézzük a hoppá, 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 van egy fejlemény, itt is vannak vezérek, és ezek a hét vezérek, akkor viszont várjál, igen, ezek a hét vezérek. Ezek várják a vonatot. Ezek a vonatot várják, de csak azt akarom mondani, hogy akkor azok meg kik voltak, azok voltak a királyok. Aha, tehát akkor itt vannak a hét vezérek. Jó, hát akkor ennyivel is okosabbak vagyunk. Tény, hogy megöregedtek, régen jöhetett a vonat erre. Pisti, mégiscsak jó a memóriám, pedig tudjuk, hogy mit választottam 10 éves koromban. Akkor nézzük meg az állomásépületet, ami most már átavanzsált étterem, mi három forrás étterem, restaurant, kőkapu. Na, mi újság van? Egész jó az étterem. Árak? Pontos, jó. Na nézzük, hogy adják a kaját. Remélem ingyen vagy olcsóbban. Kértem engedélyt körbefordulni. Impozáns egy hely. Ez nem tudom, szerintem mormotának néz ki, vagy valami hasonlónak. Vannak trófeák rendesen. A fácálók feltállalva, az is igaz, hogy előtte nem ártott volna megpucolni. Egy pillantás a kisvasút alagútjára, ami 37 méter hosszú, és gyalogos közlekedés, átjárás tilos. Hát mi nem akarunk átmenni. Hotel Kőkapu Wellness Szálloda, két érdekesség van ezzel kapcsolatban. Említettem, hogy 1902-ben épült Károlyék építették a vadászkastély kiszolgálására. Az volt a lényeg, hogy ugye amíg a férfiak vadásznak, addig a nők meg a család az el legyen itt. És állítólag titkos ajtók vannak, amik a szabadba vezetnek, a szerelmi légyottok miatt ugye, hogy legyen menekülési útvonal. Hát ezekre a titkos ajtókra én is kíváncsi vagyok. Mondjuk én nem szerelmi légyottra használnám, hanem fizetés nélküli távozásra. Azért ez se semmi ez a faszobor. Ezt megcsinálni, ezt kifaragni, azért az munka volt. A szálloda másik érdekessége, hogy állítólag a reklámokban úgy hirdetik, hogy wifi és internet nélküli kikapcsolódás. És ezt megpróbálják erényként beállítani. Nem tudom, hogy a mai világunkban ez mennyire előny. Szóval wellness patkányok, ha ez igaz, akkor ezt jól gondoljátok át. Na most az történik, hogy megpróbálunk felmenni a vadászkastélyba. Bringákat felhoztuk ide félútra, ugyanis ki van írva nagy táblán, hogy a vadászkastély teraszának a látogatása az csak szálló vendégeknek engedélyezett. Magyarul mi most csúnyogunk, de hát éppen ezért jöttünk ilyenkor, nem hétvégén, és nem főszezonban, hát ha ilyenkor már nem ugat senki. Kőkapu vadászkastély. Sokat nem kell jönni, azt elmondom. Alulról tűnik csak magasnak a szikla, nincsen magasan. De a kilátás az fantasztikus, és hát nagyjából ugye ennyi a terasz. Akkor lesintjük meg a kilátást. Itt van alattunk a kis tavacska, és közvetlenül alattunk jön a vonat. Igaz? Pisti, szerintem ott lehet látni valahol a sint, igaz? Ahogy bejön. És hát ez csónakázótól. Ott van néhány csónak, már úgy szerintem a téli álmát alusz, bár előfordulhat, hogy István Pistivel kipróbáljuk, hogy hogyan kell egy csónakba nevezni. Akkor mutatom, itt jön a kisvasút, és bemegy közvetlenül alánk. Pisti. Azért az megvan neked is, hogy Gróf Károlyi alul és felül túlöltözött Titanilla. 1892-ben itt ezen a teraszon szopogatta a velős csontot. És milyen kilátásból volt része? Nem semmi. Mutatom szembe azt a hegyet. Úgy hívják, hogy Vérhegy. És kivételesen most ez a név nem történelmi eseményhez kötődik, hanem pontosan a színekhez, hogy ősszel, mikor teljesen vörösbe vonul, akkor olyan, mintha véres lenne. És különben szerintem pár nap és már látnánk is. De mi most vagyunk itt, már félig meddig most is látni. Tessék csak figyelni? Azt hittem valami kutya nyűszít itt, kutya vakkan. És akkor erre tessék. Pisti, az idegbajt hozta rám. Azt hittem már valahol kutya van a közelbe.
Ha bringával vagyok, akkor különösen érzékeny vagyok az ilyen kutya hangokra. Már nem annyira én, hanem inkább a cipőmnek a spicce. Azzal szoktam ugyanis felrúgni őket, mikor támadnak. Ahogy Pisti mondta, ez nyilván mérettől. Kőkaput veheti mindenki, úgyhogy a zemplén feletti kapuja. Tulajdonképpen valami olyas, mint a bükkben lila füred, az meg a bükk keleti kapuja, és nagyon sok rokon vonást is mutat vele. Annyi, az viszont ténykérdés, hogy jóval kisebb. Még egy napi rendi pont van hátra, ami kőkapunál semmiképpen sem maradhat ki. Ez bakkanós! Az pedig nem más, mint a hintázás. Mégpedig az egyik bezárt, elhagyott üdülőház kertjében. Főszezonban nyilvánvalóan ez fizetős buli lenne itt hintázgatni, de hát ugye be van zárva, István Pisti is csak figyelni. Zabál, hát hintázás közben. Figyelj már, én már most szédülök, te meg még közben enni fogsz. Majd behújjom a szemem, hogy ne szédüljön. Na ez az. De azért nekem is adhatsz a puterliből. Igen, jó, legközelebb rúgjuk be, figyeld, adhatsz a telefon. Milyen gurult. Mindegy, úgyis téges, mi? Nem, hát vigyázok nyilván, csak... Csak azért nem mindig. Csak nem mindig. Az a helyzet, hogy István Pisti lazsál, tessék csak figyelni a lábát. Csak én lökdösöm. Nem, derékból, hajlomból. Különben csak mondom akkor ezzel kapcsolatban egy történetet, hogy ezelőtt pár évvel ugyanígy hajtottunk, de mint az állat. És itt nem volt normálisan rögzítve, és egyszer csak majdnem így felemelkedett a két széle. Hát majdnem volt nagy tángi hátrafelé. Mutatom, hogy időközben István Pisti már a puszedét is szétszórta. Arra hivatkozik, hogy egy évben egy embernek másfél koszt meg kell lennie, és azt mondja, még csak negyed kilónál tart. És ma mindjárt vége az évnek. És már aztán vége az évnek, így van. Ez különben egy szociál üdülő, amit most az utóbbi években egész jól kipofoztak. Minden van, ami fontos a kikapcsolódáshoz. Pingpongasztal, wellness részleg, szalonna sütőhely. Folytatva a rivapülethez való hasonlítást, hát itt aztán minden van, ami ott. Ugye ezt már említettem. Van kis tó, folyócska, jön feljön a kisvasút, van sziklára épült vadászkastély, profi étterem, üdülők és látványosságok dögivel. Most pedig akkor az következik, hogy teszünk egy kört a tavacska mellett. Ó, ez csúszós! Itt a szikla. Egy tulajdonképpen egy vulkáni kúp, és fölötte közvetlenül pedig maga a kastély, még egyszer mutatom, itt pedig fölöttünk a vasút, lesincsük meg a tavat, őszi színekben pompázik, gyönyörű szép, a mögötte található háttér, és remélem a kamera azt teszi, amit mi látunk. Pisti fotóállást keres, és akkor én is mutatom vízszintről, mert tényleg fantasztikus, ahogy a vízben tükröződik a Vérhegynek a színezete, színpompája. Gyönyörű szép. És akkor itt nyer értelmezést az, hogy miért is volt fontos nekünk a mai nap jönni. Igaz, Pisti? Így van. Tess. 5 nappal előtt akartam jönni, és elhasztottam. Mondom, egy picit sárguljon még a természet, és hétfőre a páratartalom csökkenését is mondták. Az anticiklon közepe ugyanis most van itt, erről már beszéltem, és tökéletes idő van. István Pisti annyit mondott, hogy nem szívesen dicsér a szemembe, de ezt most nagyon eltaláltam. Pedig én szeretem, hogyha a szemembe dicsérnek, elviselem. Hát mázlink van, elcsíptük a 3 járatból az egyiket. Látszik, hogy ez bizony még igencsak békebeli vagon, a mozdonyról meg nem is beszélve. Most azt találtuk ki, hogy visszamegyünk, meglesintjük a kis vonatot közelből, mert most meg fog itt állni. Nem tudom mennyi időt marad itt, de mindenképpen megnézzük. Pár perc az egész, tehát nem túl nagy kiesés, viszont ez a mozdony, ez különleges, ilyet már nem nagyon lehet szinte sehol. Tehát itt talán csak itt van. A nap viszont nagyon lemenőbe. Úgyhogy tényleg sietnünk kell. Különben stimmel az idő, ugyanis 4 óra 1 perc, és 3 évvel ezelőtt ugyanígy elcsíptük a vonatot. Ez valahogy úgy rém lett, de azt úgy tudtam, hogy csak hétvégén jár. Ezek szerint nem.
hogyha valaki tovább megy a kis vonattal a felső végállomásig, Rostallóig, akkor ott a völgy ketté ágazik, van az Ördögvölgy és a Vajdavölgy. Sajnos elszúrtuk. Elmegy. A fenébe. Lekéstük. Elhúzza a csíkot. Sajnos elzögykölődött, és nem megyünk utána, mert az irányunk más. Hát a vonatot elszúrtuk, de István Pisti kitaposta, hogy a vonatos verset azt mindenképpen mondjam el. Mindenkinek van anyakönyvi kivonata, csak tudnám, hogy az ott kivonata. István Pisti annyit mondott, mert kérdeztem, hogy mond erre valamit, azt mondja, erre már nincsenek szavak. Na, akkor most már harmadszor búcsúzunk Vídi a kőkaputól, de most már végérvényesen. A kisvasútra visszatérve még pár pillanatra, én nem vagyok a kisvasutak ellensége, sőt, kimondottan kisvasút kedvelő vagyok. A kisvasutak most a politika közepébe kerültek azzal, hogy Viktor Felcsúton megépítette a vasútját. A fújolók azt mondják, hogy a semmiből indul, a semmibe vezet, és közben sincs semmi. De legalább az utas létszám megvan. Egy frekventált hétvégén akár négyen is utazhatnak rajta. Ennek ellenére én mégis azt mondom, hogy jó, hogy megépült, most politika ide, politika oda. Én teljes erővel támogatom a kisvasutakat, bárhol épülnek az országban, vagy bárhol újítják fel őket, életben tartják őket. Ugyanis egy olyan kort idéznek meg, egy olyan világot hoznak vissza, ami már rég feledésbe merült, és nem szabadna, hogy ez így legyen. A kisvasút, mint közlekedési forma, már rég nem a közlekedés szempontjából lényeges, hanem turisztikai látványosság és különlegesség. Ebben a pillanatban lekanyarodtunk a Kementéspatak völgyéből, és rácsatlakoztunk a Komlóska-patak völgyére, ahol megyünk fölfelé. Az említett patak itt van, és ebben a másodpercben búcsút intünk a kisvasútnak, és hágómászás következik. A zöld turistajelzésen megyünk fölfelé, a völgy egy idő múlva kezd majd szurdokosodni, majd pedig a végén egy szerpentinnel kimegy a hágóra. Egy forráshoz baktatunk be. Nem tudom, hányan figyelték meg, hogy mennyi forrás van az Emplénben, pedig ez valahogy nem logikus, ugyanis vulkáni hegységben a föld alatti vizek nem igazán jellemzőek. Ez most a Káldi forrás. És az, hogy itt ilyen sok forrás van az Emplénben, az azért van, mert eltér a vulkáni kőzet a többitől, mint már említettem, sok a rög, és a rögök között megáll a víz, és egészen száraz időszakban is komoly vízmennyiség tud folyni belőle. Tehát a tájegység mészkőhegységek módjára viselkedik. Kicsit jögvenyelős volt ez a forrás is, de ne felejtsük, még egyszer mondom, ilyen száraz volt a nyár. Miközben mutatok itt egy remek hegyi pihenőt. Vessünk egy pillantást az aszfaltra is. Tükörasfalt van. Ezt pár éve csinálták, különben az út le van zárva az autóforgalom elől, kimondottan erdészeti út, leginkább bringások és túrázók használják, és lehet látni a jelzést, hogy zöld kerékpárút szintén kint van. Egyre jobban néz ki a környék, hogy így vízszintesen süti a nap. Tetszek halani? A mátyás madarak hogy ordibálnak? Hát igen, Mátyás király itt hagyta őket. Itt kemény és összefüggő erdőségek vannak, ameddig a szem ellát. A környező falvakban van különben erdő ünnepe. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy falunapot. Összecsődítenek mindenkit, aztán szórakozás. Az idén Erdő Péter bíboros volt a sztárvendég. Növekszik a százalék, és hogyha már itt tartunk, akkor pár szót érdemes lenne szólni a környék lakosságának is az összetételéről. István Pisti az előbb megkérdezte, hogy hogy jön össze a százalék meg a lakosság összetétele. Sehogy, de én most erről akarok beszélni. Azt ugye tudjuk, hogy itt vagyunk az ország északkeleti részén, Borsod megye, Abaúj, Zemplén, tehát az ország legszegényebb vidéke, és hát bizony van néhány olyan falu, ami olyan fekete, hogy még a műholdról se látszik, de én most nem erről akarok beszélni. Ez ugyanis csak egy dolog. Laknak itt ám mások is. Azok pedig a szlovákok, és egyre nagyobb számban. Egy
egyfajta modernkori Trianon zajlik, ami azért van, mert Kassa, a nagyváros, itt van pár kilométerre a határtól, és a körülötte található területek a vonzás körzetben az ingatlanárak bődületesen nagyok. Magyarországon pedig az északkeleti leszakadó régióban meg szinte filérekért lehet kapni, ahhoz képest persze telkeket, házakat. Szóval Csőstől jönnek a szlovákok, és itt most a konkrétan a szlovákokra kell gondolni, tehát nem a szlovákiai magyarokra, akik itt a falvakban élnek, hanem a Kassa belterületéről az ekte szlovákok. Ez valami olyasmi, mint Pozsony környéke, és ugye ott Rajkárral van ugyanez a folyamat, bár ott egy picikét azért most már belenyúltak a dologba, tehát például előírás, hogy legalább két nyelven tudjon beszélni az adott lakos, hogyha betelepül, és abból az egyik a magyar legyen. Mondjuk egy biztos, hogy én azonnal kapnék letelepedési engedélyt, és én is két nyelven beszélek. Magyarul és trágárul. De ebben ugye benne van a magyar. Figyelj mindenki, hogy milyen fantasztikus a környék. Kár, hogy már nem süt be a nap. Titkon reménykedtem benne, hogy hát, ha még elcsípjük, de hát egyre alacsonyabb a pályája. Ezzel nem tudunk mit tenni. De itt a fák között, hogyha áttekintünk, akkor látszik, hogy még a környező részek, azok jól néznek ki. Persze nem kell elkeseredni, mert a modernkori Trianon az fordítva is működik. Gondoljunk csak Londonra! Annyi magyar van kint, hogy lassan már a miénk. Pedig sose volt. Erről eszembe jutott most az egyik haverom. Ilyen új gazdag pojáca, és persze nagy magyar. A fejébe vette, hogy ő Trianonban házat vesz. Először egyet vett, kettőt, most úgy tudom háromnál tart. Mondtam neki, következő lépés a Versailles kastély. Vegye meg az összeset, hogy tudják meg ki a magyar úristen. Maga az út karakterisztikája teljesen olyan, mint a Bükszent László Bükszentkereszt Szerpentin út, azzal a különbsége, hogy itt nincs autóforgalom. Az átlag emelkedés 5-6%, és folyamatosan intenzíven tart, tehát nincs benne üres járat. Oldalt újra látszik a kőzet, a talaj, a tufák. Említettem, hogy vulkáni hegység és harmadidőszaki, ami azt jelenti, hogy itt bizony még akár vulkáni utóműködésnek is kellene lenni, borvizeknek, gejzireknek, stb. Megálltunk egy pillanatra, mert aksit kellett cserélni. Folytatva az előző gondolatmenetet, ugye nincsenek gejzirek, meg nincsenek borvízforrások, cseviszék, stb. Azért ez így nem teljesen igaz, ugyanis a szlovák oldalon található az egyik leghíresebb gejzír, a Herlányi gejzír, itt nem sokkal pár kilométerrel a határ után, egész komoly kitörések szoktak lenni, ez hidegvizes gejzír. Na most már rá kell kapcsolni. Annyit tököltünk ma, mint tököli, mikor a török ellen vonult, és hát vereséggel is végződött. Pisti, ha már ilyen jól látszik ez a sziklaoldal, beszéljünk már arról, hogy hogy volt az, mikor nyáron elverte a jég a füledet? Máinkán, amikor mentem fölfelé, rám esett az ég. Technikailag elemezzük már ki, ugye nem volt rajtad a sisak? Ja. Akkor hogy volt, hogy csak a füledet verte el? Tehát a fejed az megúszta? Az meg. Rálógott a hajad, mi? De csak úgy lehetett. Teljesen befette a fejemet. De Pisti megnyugtatott, hogy halláskárosodás nem lett belőle. Milyen a hallásod, Pisti? Római katolikus. Hát akkor tényleg semmi probléma. Ha már ilyen jól benne vagyunk a tekerésbe, mert ugye nyomni is kell meg minden, akkor beszélgetünk tovább, mert akkor úgy könnyebb, igaz? Ja. Már csak a levegővétel miatt is. Ha már szóba került a kutya, Pisti, matematikai kérdés következik a zsenihez. Ugye van az a közmondás, hogy a hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát. Na most nem tudom, hogy megmérte ezt már valaki. Mert én igen. Úgyhogy figyelj, Pisti, felvezetem a feladatot. Egy sánta kutya 0,5 és 0,7 km/h között szalad, sántaságtól függően. Egy ember akár 15 km/h is tud, hogyha nagyon akar. Na akkor mondom a kérdést. Pisti, figyelj! Igen. Mekkorát kell ahhoz hazudnom, hogy belasúljak a kutya mögé? Mint ide lacháza. Én is ezt számoltam ki. Ebben a másodpercben élünk fel a hágóra, gerendás rét, 450 méter. Nézem már, hogy merre felé lehet itt menni. Hát jó pár felé. Ez érdekes. Ezt nem tudom, hova visz. De lehet, hogy nem is akarom tudni. Sisakkamera felszerelve. Kinyomtuk a
az emelkedőt, mint tündik a mérges pattanást. Lent a zajában versenyt hirdettünk, hogy ki ér fel leghamarabb. Akkor most kérdezem, hogy vajon ki lett a nyertes? Mondok három lehetséges változatot. Kobrankó, István Pisti, Nyertes Zsuzsa. Választ nem várok. Ez csak egy oldalgerince volt az Zemplénnek, de mindenképpen vízválasztó, ugyanis itt a Komlóska patak völgyét hagytuk magunk mögött, és innen már indul a Tolcsva, itt volt a forrás. A lejtmenet egészen a Hutavölgyi patak torkolatáig tart. Ott ugyanis mi jobbra fordulunk, és akkor újabb hágómászás következik, na az már a nagy hágó lesz, a főgerinc regész előtt. Hát ott még nem tartunk. Viszont azt lehet látni azonnal, hogy átjöttünk a déli oldalra, és bár a nap nagyon lemenőben van, de egyértelműen süt. És ez jó, mert egy picit melegít. Mielőtt begyorsulunk, István Pistit meg is fenyegettem, hogy jön a dalbetét. Azt mondta, hogy két vers után ne keserítsen már el, az összes nézőt elveszítjük. Van benne valami? Ezzel kapcsolatban akkor mondok gyorsan valamit. Múltkor az egyik haverom lánya megkeresett, hogy nézegeti ezeket a videókat, nagyon jó minden, csak mindig a régi ismeretlen ócska szarokat énekelek, miért nem adok elő valami trendibbet, például Borházi Emesétől valamit. Utána néztem már ki ez a Borházi Emese, hát kiderült, hogy ez egy olyan emós, akinek sikerült, idézőjelben. Na de egyefene úgy voltam vele, hogy akkor, hogyha már ez a kívánság, akkor hát utána nézek, hogy milyen számok vannak, milyen slágerek vannak tőle, és hát akkor bemagolok valamit, hogy hagy örüljön a kis csaj. Kérdeztem a haverokat, hogy hát mondjatok már valamit Amy Winehouse-tól egy számot, hát kiderült, hogy nekik is ugyanolyan ismeretlen szar, mint nekem. Úgyhogy ezért, trendi ide, trendi oda, következik bosszúból Galla Miklós. Éld az életed, hulalala, la hulalala, lala. Kevesen tudják, hogy Galla Miklós valamikor tényleg énekesként kezdte. Volt olyan együttese, hogy GM49. Ilyen új hullámos, valamikor a 80-as évek közepén. Hát mondjuk úgy, hogy nem alkotott maradandót. Talán ez a legjobb kifejezés. Viszont humoristaként vérprofi, én nagyon csípem. Környék különben gyönyörű, csak sajnos a fák, az erdő nem igazán enged kilátást balra. Itt már a keleti Zemplén látható, a Bodrogvölgy. Most viszont úgy tűnik, hogy indul be a lejtő, úgyhogy én megküldöm. Egy jó gurulás mindenképpen kellene, már csak azért is, hogy jól szét tudjak fagyni, mert egyáltalán nem öltöztem fel. István Pisti felvette egy, hát valami nem tudom mit, valami felsőt. Ő ugye nem olyan gyors, mint én, és ráadásul nem is hallja, hogy jövök, megpróbálok mellette elmenni. Na, akkor adjunk neki. Azt azért el kell mondanom, hogy ha valaki bingával jön el, és ezen a szakaszon komoly lejtőzésben próbálkozik hasonlóan, mint mi, akkor a hétvégén azért óvatosan. Ugyanis a Huták felől ilyenkor igen nagy a forgalom. Különböző élőlények feltűnése várható, ilyenek például, hogy férfiak, növek, vagy akár porontyok is, illetve ezek random sorrendben való vártakozása észlelhető bármikor és bárhonnan. Lakott terület nyomokban fellelhető, mégpedig úgy néz ki, hogy csurgunk be a Hutákba. A Hutákat azt úgy kell érteni, hogy három darab van összesen. Sorrendben felülről először van Új Huta, ez annak a külső kerülete, utána jön Középhuta, majd legalul Óhuta. Óhuta volt értelemszerűen legelőször, aztán szépen terjeszkedett felfelé a falu, és ez egy összevont település értelemszerűen három huta néven. Fantasztikus a fekvése, ez jól látszik. Mély völgyben bent. A kis huták valamikor a 17. században jöttek létre, mégpedig két turnusban telepítettek be. Először a Rákóciak Lengyelországból hamuzsirégetőket, majd pedig
A későbbiekben cseh és szlovák, szudéta németeket és szlávokat hoztak, ezeket pedig üvegfúváshoz. Ez valamiféle épülőfélben levő templom, vagy valami újkori szálloda komplexum. Igen, jól néz ki. Vagy valamelyik kastély szerintem. Igen. Valamelyik régi kúriát most újítják fel. Sorry, erről most nem volt információm. Arról viszont van, hogy rókák vannak dögivel a környéken, ugyanis mindenhol ezek a piros táblák kint vannak. Új utat elhagytuk. Ez már középuta, és ami talán még feltűnés számunkra mindenképpen örömteli, hogy az út, hát valamicskét javult, nem most csinálták, de amikor én utoljára itt voltam, akkor ezen kerékpározni egyáltalán nem lehetett. Az üvegfúvásra a környéken található perlitet használták, aminek az a tulajdonsága, hogy 15-szörösére megnő hő hatására. Viszont minden jónak ennek is vége lett, mégpedig 1918-ban. Aztán a kis települések teljesen visszafejlődtek, lakosság megritkult. Most is úgy tudom, hogy az állandó lakosság még mindig nem több, mint 76 fő, annak ellenére, hogy jól látszik, hogy viszonylag nagy területen helyezkedik el a völgyben a település. Persze ezeknek a házaknak a nagy része nyaraló. Életvitelszerűen nem lakik itt senki, értelemszerűen. A lakosság számát sem növelik az itteni tulajdonosok. Van változás, az út kezdett ramatyosodni. Középúta tehát, sorrendben, a második falu. Most örülök igazán, hogy 10 éves koromban kerékpárt kaptam ajándékba karácsonyra, nem pedig olajfinomítót, amit kértem. A település nagyon impozáns, sőt a felső faluhoz képest ez már egy kicsikét, olyan kirikkentebb, és egész remek állapotban vannak a házak. Hasonlóan, mint Helycén, ezek a hosszú tornászos házak vannak itt is, és némelyik egészen remek állapotban. Ebben a másodpercben érünk ki a főútra. Itt majd vágunk egy jobb kanyar, de először öltöznöm kell, mert szét vagyok. Három utát úgy is nevezik, hogy gyöngyszem a hegyek között. És nem tudom, hányan emlékeznek rá, hogy mit mondtam Telkibányán. Az pedig a hegyköz gyöngyszeme. Hát aki ezeket az elnevezéseket kitalálta, túl nagy szókincse nem lehetett. Na közben az utolsó puszedőt is betúrjuk. Feljövök ide, nem fogom túl jól megmutatni, mert ez így nem fasz. Inkább visszajövök, mert olyan közel vagyok, hogy akkor nem lehet látni, de így meg tudom mutatni, hogy hogy jöttünk végig a völgyön, és elég sokáig tartott, tehát ez nem egy kis szakasz. A Pisti majd mutogatja. Tehát akkor mutassad. Igen. Hát ott jöttünk. Az volt az első falu. Ott jövünk tovább, ott szépen. Jó, ott még tovább, középuta. Jó van. Nagyon tud Pisti. Ugye? Ezt majd díjazni fogom. Fejből. Így van, és fel. Igen. És akkor ott tovább. El lehet érezd a kanyart. Ott vagyunk most üveggyár. És akkor ott vagyunk a kezdeződésben, és akkor óhuta, tulajdonképpen a falu, az még csak most kezdődik majd arra felfelé. Pisti, hogy tud, azért emlékezetből? Hát legközelebb is őt hozzuk. Kell jönnünk a patkára, annyira szal az út, hogy a földút jobb. A tükröm, mondd meg nékem, mondok, ha már nem igazán működne, ugyanis teljesen behomályosodott. A levegő, és az órára tekintve 4:06 múlt, 10 óra múlva, sötét van. István Pisti csak annyit szólt az előbb ide, hogy és hol vagyunk még? Teljesen igaza van. Ebből bizony vakvágta lesz. Hú, a temető, nézd csak Pisti! Milyen remek a kilátás a domboldalból. Bárik ott fekszenek, ők már nem biztos, hogy a kilátásra kíváncsiak. Az előbb rátekintettem a kamera számlálójára, és több mint 2 órát rögzítettem már bruttóba. Ami az én esetemben a nettó idővel egyezik meg, mert én nem nagyon szoktam vágni a filmeket. Szóval maratoni hosszúságú lesz a film megint, és hogyha már a maraton szóba került, akkor mondom, hogy van ám Zemplén maraton is.
Kék pedig 10-15-én, tehát elviekben tegnap volt, nem tudom, hogy volt ez, egy 15 kilométeres telepes szakasz, hát azért oda kell tenni magát az embernek, aki egy ilyen részt vesz. Intenzíven tapossuk, a regéci nyereg 500-on van, most vagyunk 284-en, lehet, hogy még magasabban, mert ne tudja, attól félek, hogy azt már nem érjük el világosba. Sajnos a regéci nyereg nekünk nem az utolsó hákunk, utána lesz egy gurulás a faluba, és utána még Fónyra újra ki kell mászni, aztán oda megint egy legurulás, majd pedig még csak onnan következik Vilvány, tehát elég intenzív szakasz vár ránk már a vaksötétbe és a jéghidegbe. A Hutapatak völgyén húzunk intenzíven fölfelé, és a végén ki kell nyomni majd egy szerpentint. Hát nem látszik, de itt jobbra egész látványos kilátókövek, sziklaormok vannak, például ilyen, hogy Kisnagy Péter méhényküve, vagy Rákóczi kő, ahol állítólag a Rákóczi címer is benne van a kőbe. Vagy ilyen, hogy Bagolyvár, meg kilátópont. És akkor egész könnyűk jegyeket nem semmit tettem. Ez a sorrendben második tranzitút észak felé keresztül az Empléni hegységen, kelet-nyugat irányba. Az első telkibánya Saújhely volt. Látszik, hogy az útminősége ahhoz képest így sem jobb, sőt, talán még egy picit ramatyabb. Lehet, hogy néhányunk majd azt mondják, hogy se baj, majd megyünk a harmadikon, a délin, ami egyen lentebb van. Hát közlöm, hogy az a legszorúbb. Azon gyakorlatilag már autóval se lehet menni. Úgy csíp a hideg, hogy egy pubertásban lévő keresztes viper is simán megirigyelni. Na mert igen, jó, hogyha mindenki tudja, hogy itt vannak ám viperák. Kezünk a szerpentin alá, ott van fent a hágó. Ezt az utolsó részt már nagyon keményen nyomjuk. Muszáj. Hú. Viszont látszik a hágó. Itt talán, ott van a tábla. Talán az már az, igen. És már ebben a pillanatban reklámozzák is a Rákócziak ősi várát, Regécet, a Saspészket. De jó húsban élő telenek. Már égettem marha bénszint. Egy pillanatra bekanyarodunk egy rálátás erejéig. Ha valaki bingával akar fölmenni, akkor az itt induljon el. És hát jól látszik, hogy a vár nem lekvár, hogy ezzel a primitív hasonlattal éljek. Akkor röviden egy ráközelítés. A regéci vár, a szarv, mert egyébként a regéc szlávul szarvat jelent. A vár nagyon sokáig romos állapotban volt, konkrétan 1686-tól, most viszont nagyon intenzíven nekiálltak építeni, ez engem is meglep. Gyakorlatilag ez a keleti bástya teljes egészében kész van, az se kizárt, hogy a vár többi része is. Különben még egyszer mondom, hogy ha valaki bingával akar menni, akkor itt menjen föl, ott csinál egy ívet, és utána hátulról föl lehet menni, majdnem végig kitekerhető, turista úton pedig lent a faluból, szinte Tornyán, azon a nyakon keresztül megközelíthető a vár. Miközben táplálékot veszünk magunkhoz, nem presszó kávét, mert az lent van a faluba. Elmondom, hogy a vár eredetileg nem is erődítménynek épült, hanem az Amadé várnak volt valami ilyen segédőrtornya, és aztán a 17. században a Rákóczyak futtatták fel, és a fénykorát Zrínyi Ilona idejébe élte, és külön érdekessége, hogy másik Rákóczi Ferenc itt született, itt nevelkedett egészen 4 éves koráig, akkoriban még Feckának hívták. A vár különben fizetős. Régen lehetett azzal cselezni, hogyha az ember holt időben jött, este felé például, vagy pedig nem szezonban, akkor be lehetett csúnyogni, mert nyitva volt a kapu. Na most ezt a kiskaput bezárták, és azt, hogy képlesesen kell érteni, mert nem csak a kiskaput zárták be, hanem a nagyot is. Most már nem lehet csumákolni. Itt vagyunk a faluba Regécen. A falun belül különben van egy jó kis szerpentin, tehát itt nem az van, hogy na akkor kész, és akkor jönnek a házak, de egészen komoly lejtmenet van, meg lehet ereszteni. Hát nekem most már ez nem hiányzik, mert hát beöltöztünk ugyanúgy, ahogy, de hát 10 fok alatti hőmérsékletén már nem lehet jól öltözni. Maga a faluska különben nagyon egyedi, nagyon impozáns. Német telepesek hozták létre valamikor a 16. században, és igazándiból nem régi település, a vár volt előbb, és a nevét is onnan kapta.
Manapság természetesen a falusi turizmus dívik itt is. A vár jelenléte, és főleg így, hogy most szépen újítják fel, egyre jobban jót tesz az idegenforgalomnak. Innentől a feladat 500 méterről legurulni 160-ra, ami hát akár még bizalomgeresztő is lehetne, egyetlen nagy baj van, hogy fóny előtt lesz egy másik hágó, amit ki kell másznunk. Az előbb megláttam a holdat, ott vigyel fent. A Geronadzó Máriát most nem láttam, hogy integet, de ő is szerintem ott van. Hold on to your dream, don't you know how make a dream to be? One more day and you will find another day, just like prime time. Na, megkerültük a várat, a várhegyet, és akkor talán innen még egy utolsó felvételt lehet. Na tehát nyugat felől a várkúp, 639 méter magas, és a vár. Ami látszik az, hogy az északi bástya van elkészülve, és a második sziklahormon pedig a délin egyelőre. Semmi nincs, az üres, szépen lassan építik. A várat különben 1686-ban a császáriak csellel foglalták el, beígértek valamit a védőknek, azok átadták a várat, utána bementek, és természetesen robbantás egymás után többször is. Rákesz akkor már nem tartózkodott a várban, viszont látjuk a következő hágónkat, ott az a nyereg, és csak figyelni? Hát igen. Ráadásul annyira simán nem fog menni, mert nem csak ennyi, hogy innen ki kell mászni, hanem még van egy intenzív lejtmenet is. Túl vagyunk az utolsó hágon, szembe látszik a Hernád völgy, vagy legalábbis úgy homályban van, én szabad szemmel egészen jól látom, a kamera az már nem igazán. Következik a Fónyi szerpentin, innen már végig lejt. Ezt a balost hívom halucinátor kanyarnak. Itt szoktam először halucinálni rántott csirkecombról és kacsamáj pástétomról. Eszméletlen szép az ég alja, az az igazi vörös. Hogy ebből mi látszik, nem tudom, de gyönyörű. Következik Fóny, 200 lelkes település. Itt van bent, hivatalosan már a Hernád völgyében van, de valójában még a hegytető. A faluban végig lejt az út, mert igencsak észre kell menni. Ráadásul az út sem fasza. A 200 fős Fóny főterén sziesztázunk. A sziesztázást egy szabadtéri színpad leálltója jelenti. És miközben István Pisti kutatja a nem létező puszedliét, elmondom, hogy a falu híressége a kút, az itató ott van, ott csurog. És valaki éppen jelen pillanatban egy agregátorral lopja a vizet. István Pisti megijeszte, hogy agregátorral viszonylag ritkán lopnak vizet, bár lehetséges, csak a másik hatékonyabb. Hogyha valaki átmártozott kón, azonnal észrevehette, hogy a hasonlóság egészen nagy. Szinte tök ugyanaz, annyi a különbség, hogy az három gondolás, ez pedig csak kettő. Most már gyakorlatilag tök sötét van, fel vagyunk fegyverkezve, mint egy karácsonyfa, úgyhogy következik a maradék gurulás. Megint állok, elrepült a hátsóm. Azóta szerencse, hogy kopogott valami, és megálltam. Helyre hagytam. Ez valami elképesztő. A komara sem nagyon vegetál már. Beszorult a LCD-je. Alig tudom kinyitni. Még jó, csak így a végén. A technika ördög egyre jobban adja fel a szolgálatot. Mi megpróbálunk itt egymás mellett, egymás fényében menni. A kátyúka miatt. Az a baj, hogy most ez nem csak ez a normál mezei szarút, hanem most olyan tankcsapdák vannak, hogy itt akár még külőtörés is lehet, ha nem figyelünk oda. Ilyenkor a legjobb megoldás a patka. Ott nincs ilyen baj. Igen. Előttünk a messze távolban már feltűntek villámfényei. Még 3 kilométer intenzív lejtmenet ezen rohadt szarúton. Érkezünk a célhoz. Istenem, hogy hiányzik már a család. Hazamegyek, első dolgom lesz, hogy letépem az asszony bugyiját. Mert már annyira szorít, főleg deréktájú. Igen, én is pont azon gondolkoztam, hogy vajon volt ezen kapu, amit be tudnak zárni, de ezek szerint nem. 10 perc múlva 7, és gyakorlatilag megérkeztünk.
akkor most jön egy autós szakasz, aztán pedig három napi rendi pont van még hátra. Kád, evés, alvás. Bár az én esetemben ez van, mikor felcserélődik is, csak két napi rendi pont lesz. Kád, alvás, ebben az esetben kimarad az evés, mert elalszok a kádba, és reggel ébredek a jéghideg vízbe, ennyi van hátra. Nekem bajom, hogy az evéstől igencsak elment a kedvem, ugyanis itt valahol a szomszéd házban műanyagot sütnek, és hát nem valami kellemes az illat. Fasza! Akkor gyorsan egy összegzés így a túra végén. A mai nappal kapcsolatban nem voltak semmilyen elvárásaink, azok viszont mind egytől egyikbe igazolódtak. Végezetül nem maradt más hátra, mint egy megrendítően komoly viszontlátásra azoknak, akik jelen vannak, és akik nincsenek jelen. Pisti? Azoknak is. Mielőtt végképp lezárnánk a filmet, még egy információ István Pisti rajongótáborának, akik valószínűleg most azt kérdezik, hogy miben láthatják legközelebb István Pistit, közlöm, hogy alsógatyában.